kivételesen komolyabbak leszünk, mert egy nagyon fontos problémával nem foglalkozik az Orbán, a magyarországi relatív iPhone deprivációval. A Momentum hívta fel erre a figyelmet. Ez itt az Elszabadult hajóágyú. Akkor rögtön kezdjük az, hogy először mondd be a dátumot, hogy mely napon beszélgetünk, hogy nehogy aztán cikkek jelenjenek meg az Alfa híre, hogy mennyire érzéketlenek vagyunk. Tehát már nem 19-e van. Igen, akartam is mondani, hogy Ambrózi, szeretné valamit mondani? Így a most környékén? Már mondta, 21-e van, baszki, nem sértek meg senkit. Már neki mész a... Igen, a másik pedig ugye van ez a Tordai Bencés visszaszámlás, hogy hány nap van a kormányváltásig, most aztán 74-nél tartunk, igen. Mormot a nap. Ja, hogy a... De hogy akkor mi is bemondhatjuk, hogy már csak 74 nap van hát, hogy felszabadult hajóágyú legyünk. Igen. Jönnek az ENSZ csapatok kikényszeríteni a népszavazást. Ú, de jó lesz, megvédik a Szebrenicát. Na, az kemény. Megyőzik éjszakorát, ja nem? Meglátod a kék sisakosokat, igen, és megnyugszol azonnal. Hát ezt már többször elmondtuk, az ENSZ csapatok meg nem nyertek háborút. Mi nagyon régen nyertünk, de ők még soha. Viszont tudnak gyerekeket erőszakolni. Hát, Vaga, turisták, turisták! Ilyen bagatel problémákról beszéltek, amikor a Momentumos kölök felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon drága az iPhone. Igen. Ezzel bazd meg az Orbán csökkentő csirkefarhát árát, de azzal nem foglalkozik, hogy miért ilyen drága Magyarországon az iPhone. Amúgy mennyibe kerül az iPhone? Mert én biztos vagyok benne, hogy hülye számot ír. Igen. Milyen állat a házi sertés? Valami ilyesmit írt, hogy 430 ezer forint Magyarországon egy iPhone. Hát szerintem azok a csúcsmodellek inkább. Kb. 150 ezer lehet, de amúgy is ki a faszom az iPhone? Tehát az embernek legyen egy ilyen lepra készülék, aminek be van törve a képernyő, és körülbelül működik. Figyelj, van a... 21. században, baszki, ez a minimum. Ugye megmondom. De az, hogy mennyibe kerül egy iPhone, ez kb. Ilyen kérdés, hogy mennyibe kerül a marhahús. Elmondom neked. Lábszár vagy... Elmondom hogy neked, hogy dühítően drága a bérszín. Az induló modellje az iPhone-nak ilyen 160-170, sőt, lehet kapni 140-ért de az is. Drága. Több, mint a minimálbér, ne viccelj. Jó, de akkor maradjuk, tehát az iPhone-nál kezdődik a buzerancia, és akkor megint a gyermekvédelmi törvényig jutunk. iPhone-nál nem ez a másik. Én szeretném, ilyen hatósági árat kéne bevezetni az Orbánnak az Apple termékekre, mert ez a relatív... Tudod, hogy relatív depriváció fogalmát. Hát vagy a muciológusok, vagy a németek. A mucik, ami azt jelenti, hogy a relatív depriváció, tehát hogyha nekem mondjuk nem a legújabb iPhone modellem van, valaki másnak meg igen, akkor relatív szegénységben vagyok hozzá képest. Gyere vissza! Nem elég az, hogy abszolút szegénység. Tehát, hogy az abszolút szegénység. Az abszolút szegénység, hogy nem tudsz enni, tehát nem kapsz rizsát. Hanem a többiekhez. Hanem az, hogy a szomszédnak 100 centis tévéje van, neked meg 60, igen, akkor relatív deprivációban. Hát én úgy érzem, hogy... Tehát tényleg ez az a szint, mikor így a kisiskolásként egymást cikisztik azért valakinek csak Adidas cipője. És akkor ő volt a gáz, a nem ember. És akkor mi a terv? Tehát, hogy hatósági árasát egyik az iPhone, tehát akkor legyen az, mint a kormányhatározatban fogadják el, hogy iPhone plusz Pegasus csak 99 ezer. Jó, nem. Mi az a baj, azzal az alapvető problémával néz szembe a kedves Momentum. Egyrészt rajta tartja a kezét a magyar társadalom ütőerén. Tehát... kibaszott sok pénzük van, semmi dolguk, és ráérnek ilyen fasságokra. És a kibaszott sok pénzük mellett érzik, hogy nem annyira jó emberek, mint ahogy lennék. De hogy mégis lelkifurdalásra dolgoznak. Figyeljetek, állítólag olyanok, mint a buborján, tehát a világ legtöbb nyelvén beszélnek. Hát bazd meg, felülnek a vonatra, elmennek, nem tudom én, Ausztriába, vonat, Rahába. Figyelj, ez a 21. század, leszelfizik, és visszajönnek repülővel. Meg hát nem tanultál csekkatkától? Az igaz. Meg hát az a kölyök, aki ezt a iPhone kampányt elindította, azt tudtam, hogy Londonban él, ott mosogat muciológusként. Tehát Londonban lehet, hogy olcsóbb egyébként. De az helyzet, Londonban miért fáj neki azt, hogy Magyarországon mennyibe kerül az iPhone? Mert jó ember és törődik másokkal. Meg mert ó egy G. Törődik másokkal is, de az a helyzet, hogy ez a 21. század pártja, ez a Momentum, és azzal az alapvető piaci működéssel nem tudnak mit kezdeni, hogy lehet, hogy mondjuk egy ilyen gépet sokkal olcsóbban hozzád basznak Amerikába, mert hogy ott gyártják. De amíg az átjön... Nem ott gyártják. Oda viszik, ahol gyártották. De amíg... Nagy ilyen kőolajköpő szarokon, igen. De amíg onnan átjön, akkor többe kerül. Tehát most ezzel a problémával nézünk szemben. Létező probléma, illetve azt mondom, hogy inkább létezett. Tehát én emlékszem arra az időkre, 10-valahány évvel ezelőtt, ugye a
Gyurcsány korszak kellős közepén, amikor mit tudom én, egy gitár Amerikában került forintra átszámolva, nem tudom én, 87 ezer forintba, és Magyarországon meg 460-ért árusították. Nem tudom, hogy ez hogy jött ki a matek, hogy ennyibe kerüljön, nyilván az brutális volt. És akkor nekünk az volt a szerencsénk, hogy volt egy cimbink, aki itt a reptéren dolgozik, ezt most azért mondom el, mert már elővült, tehát már nem lehet nyomozást indítani, aki rendszeresen becsempészett nekünk mindenféle hangszereket, még üzletet is építettünk rá. De egyébként annak... ma is vannak olyan termékek mondjuk Amerikában, ami ott egy tök jó áron van, csak ha ide akarod hozatni, akkor a shipping az még annyi rajta, mint a termék ára mondjuk. Legyen szó, nem tudom, bakelitlemezről, pólóról, bármit, ilyen olcsóbb dolgokról, ahol ugyanannyi a szállítás, mint a termék. Igen, csak van a brutálisan indokolatlan ár is. Hát nézd, valaki, aki hozza meg eladja, ha megteheti, akkor megteheti. Mondjuk, erről szól az imádott szabad piac. Úgy hívják kapitalizmus, igen. Majd a láthatatlan kézzel intézi. Adam Smith is megmondta. Majd bevezetik a... Mi van, hogy ez maga a láthatatlan kéz? Akarjuk bevezetni a szocializm kéz mintájára a Momentumnál láthatatlan agy fogalmát. Szerintem a Momentum az... És a látható kézhez mit szóltam? Kurz tévedsz, ez nem láthatatlan agy, nincs agy. Jó, hát erre céloztam, csak finomabban írtam körül. De ugye én is így gondolom, hogy azért láthatatlan. Na. Nyitva a hajtod, hogy ott van, az csak láthatatlan. Mindenkit, jó indulatú vagy. Mindenkit sajnálunk, aki iPhone szegénységben szenved. Ez egy komoly probléma. Szavazatok a Momentumra, biztos jobb lesz. Szavazatok a Momentumra, mert akkor biztos olcsóbb lesz az iPhone. Vagy gyakorlatilag azért nem szeretném, hogyha ezeket a ütődötteket megválasztanak, mert szerintem fél év alatt leseggeltetnék a magyar gazdaságot. Tehát Részei hamarabb idején. Észre se venném, mert kijárási tilalom van. Nem hagyhatnánk el az autót. Az igaz, ez baszki, más. Ez a komáromi, aki nem tudom én, középszerű háziorvos, igen. Felnőtte magát egészségpolitikussá, meg szakértővé. Ő állítja össze az Egyesült Ellenzéknek az egészségügyi programját. Tehát ő konkrétan kijelentette, hogy a középkorban ott vannak a tapasztalatok, hogy hogyan kell a járványt kezelni, tehát másfél éves lezárás, és elmúlik a járvány. Ima? Vagy mivel fogja kezelni? Középkorban nagyjából ezzel kezelték. Másfél éves lezárás? Igen, egy alap dolog volt. Tehát középkorban úgy nézett ki a járvány kezelés konkrétan, hogy persze nyilván mindent lezártak, de már későn. Aztán utána hívták a javasasszonyt, aki gyógynövekkel dolgozott, meg esetleg csinált ráolvasást, meg adott amuletet, és mindig meglincselték a zsidó orvost, akinek meg volt esze, és gyógyszert akart. És imádkoztak a templomba. De arról meg elterjesztették, hogy megmérgezi a gyerekeket, és akkor mindig meglincselték a zsidó orvost. Tehát ez volt a klasszikus középkori módszer. És ezt akarja ez a komárom. Szerintem egyébként, ahogy ránézek a koalíciós partnereire, nincs ez távol most tőlük. Hát de paszki, a Komáromnak még ilyen őrült tekintete is volt. Tehát ránéz az emberre, és semmi hatalmat nem adsz a kezébe. De ránézek a Liglajosra, szerintem a Komáromi rágondolt, hogy akkor valamivel őket is benne tartani a koalícióba. Azért vannak abban az ellenzében még súlyos szempárok, tehát akikben így villog az őrület. Hát van olyan, aki bennem, tehát van épelmélyű ember ott. Van, aki ilyen homály látszik, és van, ahol meg az őrület villog, kb. Ez a kétféle szempár van. De ugye a Tiszáékat vádolták azzal, hogy annyi ideig koalíciós kormányoztak, meg voltak hatalma, hogy nem engedték felnőni egy épelmélyű ellenzéket, és akkor ilyen Károlyi félék képviselték. És akkor tényleg, tehát most az erre szemben is ez a legkomolyabb vád, amire azt mondom, hogy van igazság, tehát hogy a Fidesz, meg az állampárt, meg nem tudom, annyira funkcionál, hogy aki nem őrült, az nem megy el ezekkel ellenzéki tábort alkotni. Nem értem a problémát. Tehát miért kell ellenzékinek lenni? Továbbra is nem értem a problémát. Ez egy magasztos foglalat. Igazából egy lipótmezőre volna szükség. Hát ezeknek igen. Hát, szép magasztos foglalatosság. Hát csak, az is. Csak nem biztos, hogy ott a lipótot, ott a hegyet most teraszos földművel is rá kéne állítani. De abban igazad van, hogy szerintem, hogyha ezek az elmebetegek kerülnének hatalomra, akkor ezt a nyugati covid-fasizmust vezetnék. Ja, de mutassuk meg ezt a videót. De tényleg? A német. De a Komáromi tényleg megmondta, persze, hogy azonnal lezárások jönnek, és ezt be kell vállalni a szent jó. Tehát igen, itt tegyük hozzá információk, hogy múltkor beszéltünk arról, hogy a német rendőrök ilyen méretre szabottak. Nem, ezt te mondd meg. Mindenki találja, hogy mi ez, mert normális magyarok ezt nem. Megkaptuk egy kedves olvasótól a videóanyagot is. Mutattam a Varga Ádámnak tegnap, és az elsőre így nézte, és ez mi? Mondom, nem érted, Ádám? Talán mert egészséges magyar elméd van. A távolságtartás az? Nem, beteg német. Igen, ez az? Megnézzük akkor. Tehát némi vitába keveredtem tegnap ilyen kedves fiatalokkal, akik folyton ezt a hülye szöveget nyomják, hogy hát de sajnálják a németeket, hogy már elvesztették németségüket, meg minden gúzsba kötve jelek. Nem, ez a az németek, egyetlen pozitívum. Igen, a németek kurvára nem vesztettek el semmit. Hangos. Nézzétek meg, mit csinálnak. Ja igen, bár elvesztették volna a németségüket. Muti.
Baszki. És van nála egy bot, amivel tologatják az embereket? Az nem bot, az szögmérő 0.2. Jézusom. Köszönöm Istenem, hogy nem születtem németnek. Köszönöm Istenem, hogy csepp német olyan sincs bennem. Iratkozom. Deutschland, übeni Hilles alles. Akik ezek azt gondolják, hogy a németek elvesztettek bármit, nem, bazd meg, nem. Tehát ezek szögmérővel méregetik egymást. Röhögtök, ez pár év kérdés, és ebből szögmérő egy pontú. Egész világ ez. És ebből szögmérő egy pontú. Azt tudjátok, hogy amit a németek csinálnak, azt a South Park viccnek szánta? Tehát már megint ott nézd. Mindenki viccnek szánta, csak ők nem. Hát ilyenkor mondom, hogy köszönöm Istenem, hogy dédanámnak nem a német, hanem a jiddis volt az anyanyelv. Nem lehet, hogy tényleg ez a világjárvány a kínaiak tök ártatlanok? Tehát felveszted az ízérzékelésedet. Lehet téged mérni, hogy hány másfél méter állsz pontosan a másik némettől. Tehát nem gyanús, hogy itt kik állnak a dolog mögött? Tehát én is már régóta... Lehet hatósági államot létrehozni. És a komáromiék ezt a megoldást akarják recipiálni Magyarországon, és hogy mi is majd úgy fogunk küzdeni a járvány ellen, hogy megveretjük az embereket a rendőrséggel. Ki hitte volna egy néhány évtizede, hogy Magyarországon a ávós impexes leszállodási vonalnak a tagjai lesznek a új németbuzi katonai vezérkar. Na ki hitte, vajon ki hitte volna? Tehát azért olyan kurva egy meglepetés nincs benne, hogy a nemzeti szocializmus otthonra lehet az NDK-ban, érted? Tehát most... És annyira korszerűek meg napra készek ezek a haladárok, hogy így észre se veszik, hogy a világon mindenhol amúgy már lazítják a szabályokat. Tehát Boris Johnsonék konkrétan nyilván meg is akarják buktatni kb. Miatt ők Angliában abszolút eltörlik az összes. Tehát de most nem az, nem az a mese, hogy zélet, náthalad belőle, és akkor innentől... Akkor igen, most, de egyébként nálunk az is úgy terjedt, hogy nem lehet gyakorlatilag mit csinálni vele. De a nátha úgy terjedt, hogy és aki be van oltva, az így viszonylag simán. És aki nincs be megoltva, az náthás lesz nagyjából. Az egyetlen egy ország, igen. Az a Grósze Germánia, az, ahol kitartanak, igen. Aki a falig elmennek ezekben a Covid lezárásokban. Náthal. Most ez a végső harc, a keresztes háború náthal. Keresztes háború náthal. Most legyőzzük. Csak bekerünk az ajtót, két hét és vége van a náthának. Én ott magától összeomlik. Nem kéne mennyit németezni. Nem ez lett a tudomány. Hát amúgy változott, tehát azért van valakinek komolyabb, valakinek kevésbé komolyabb. Az orra is folyik, van akinek a feje is fáj. Egyébként szerintem még az omikronban is egyébként halnak bele emberek, tehát ez olyan dolog, hogy semmi sem 100%-os. Igen, a náthában is halnak bele emberek. Igen, halnak bele, meg influenzában is halnak bele emberek. Szóval azért nem azt mondom, hogy vicc, de most kb. Olyan gyorsan terjed, hogy nem lehet vele mit csinálni. Nem vicc, csak túl van parázva. Tehát a teszteknek a fele volt pozitív, napi tesztenek Magyarországon, minap valami ilyesmi, tehát ezt nem lehet megfogni konkrétan, ami a terjed, de ami ennyire fut szét, az már nem lehet egyébként tömeggyilkos dolog. Hát láthatóan nem tömeggyilkos dolog. Azok tehát... a németek. 21. Meg is állt a szétfutás egy idő után. Ismét lefagyott az a szétfutás, igen. Szögezzük, hogy 21-e van. 21-e van, igen. Szabad. És akkor most akarsz Ehrenburgot idézni? De egyébként milyen jó hasonlat a németek, hogy amikor elkezdtek... Hol van a Bajcsi Zsilinszki? Csak Bajcsi van ki, Ehrenburgot. Hazárul. Mikor a németek elkezdtek tök gyorsan... Van rá forrás, hogy hazárul van? Mikor a németek elkezdtek tök gyorsan szétfutni, akkor nem voltak még annyira brutális tömeggyilkosok, és mikor a tök gyors szétfutás akkor állt meg, mikor elkezdtek brutális tömeggyilkosok lenni. Tehát tényleg vagy ez, vagy az. Úgyhogy van ebben valami ráció. Egyébként, hogyha már itt tartunk... Nem voltak brutális tömeggyilkosok, hát önmagukhoz képest. Maximum. Hát jó, most nyilván ők a mérce, de így a legdurabb dolgok azok 44-től történtek, mikor már nem futottak szét, hanem éppen meg voltak állva egy gombózba. Akkor érezték, hogy már kevés dolgot lehet véghez vinni, gyorsan kell. Gyorsan kell. A járvány lefutása, kimérték, hogy gyorsan. A járvány lefutása az így más görbe, mint a németeknek a lefutása. Ja, csak ezt a pár évet át kell ugorni, és most rögtön 45-ig eljutni, amikor már egymást akaszgatják. Tehát, hogy legyen az, hogy aki nem hisz abba, hogy a szén megújuló energia, azt akasszák fel. Az áruló német. Például abba legyen az, hogy aki nem hisz abba, hogy a nátha gyilkos, azt eltűrőjük a földcímére. Nem lehet, hogy a náthának az orrát is lehet szögmérővel mérni. nem lehet, hogy a nátha hátba támadta a germán fajt. A hosszú ordulások éjszakája. De amúgy durva, tehát hogyha megnézed egy átlag, nem tudom, hogy a német egészségügyminiszter legyen a szövetségi, vagy tagállam, hogy tagállamnak nevezik ott? Igen. Szövetségi állam. Hát nem, tartományok. Tartományi egészségügyminiszternek a beszédét, akkor ugye ezek vannak, majd végső megoldás, Ausradíren, hát. És akkor a vezetők majd
az iránymutatást. Kiértjük a náthát. Ha gyors, hogy mi létszel megmérni, hogy mennyire van tőle a másik miniszter. Igen. Most elgázosítják a náthát, az lesz az a igazat kalarnom a kurcnak, hogy tényleg nem adták fel a németségüket. Semmi. Ezeket, aki elhiszi, az elhisz mindent. Tehát ezeket tök nagy dolog, hogy így elhisszük így, nem tudom, 20-30 évente, hogy a németek már megváltoztak. Nem, én nem persze, nyilván pont most megváltoztak. Igen. Korábban soha, de most azért mégis. Igen. De hogyha már itt tartunk, egyébként azonnal bármiből, túl sokat németezünk, az a baj. Hát és kommentben meg is kaptuk. Meg is kaptuk. És ugye ki volt a képernyőn? Hát a Polacek, hogy ezek. Ja, hogy golyoztok. Igen, golyoztok. Igazából nem is német. Igazából nem is német, ez az csak meta, és valójában golyoztunk. De hol volt ez? Mi volt? Hát ezt küldtem át neked képernyőben. Ja? Jó, hát nem nézek én mindent, igen. Amit egy ilyen küld, na hagyjuk mindegy, mehetünk tovább. Szóval azért tegyük hozzá. Bocsánat, hogy németezünk, de nem muszáj minket nézni. Lehet igazából más. Nem létezünk, hanem aktuálpolitikáról, európai aktuálpolitikáról beszélgetünk. Mit csináljunk, hogyha ezek létszám mérik a másik némettől való távolságot? Van rá forrásunk, ott láthatod, az meg. Beszélni mi az olaszokról, meg az írekről, de nem ők alakítják az európai külpolitikát. Olvastátok azt a hírt, hogy beszereztek egy, nem tudom, ilyen 80 millió kivébét számítási kapacitású kvantum számítógépet a németek. És elég vastagomban páncélozva? Ami majd segít optimalizálni az áramfogyasztást. Tehát az azt jelent? Igen. Igen. Ez milyen áramfogyasztást, az nektek nem lesz. Ez azt jelenti, hogy a kis hajtókára felvarrandó megkülönbözteti jelzésbe, az meg digitalizálják a németek, és lesznek hát, jó állampolgárok, akik fogyaszthatnak áramot, akkor is, amikor nem fúj a szél, meg esetleg nem süt a nap, és ugye ilyen baszként, hát német területen ritkán fordul elő, hogy nem süt a nap, zárója bezárva, meg vannak a rossz állampolgárok, akik esetleg rossz pártra szavaznak, vagy heteroszexuálisak, vagy egyéb ilyen hiányosságuk van, és azok majd nem fogyaszthatnak áramot. Mekkora személyi diktatúra ez a Kína, amelyik így követi az állampolgárit az utcán kamerákkal, és osztja nekik a erkölcsi jó állampolgári kreditkortot. Ez ugyanaz, detto ugyanaz, hát ez a társadalmi kreditrendszer. De Kínában ez csúnya gonosz diktatúra, Németországban pedig a modern fejlett világ, az emberközpontúság, a jó emberség. Tudjátok, mikor volt, amikor a németek nagy számítási kapacitású számítógépeket szerestek be külföldről, hogy ezzel segítsék a német, épp aktuális német fajprogram futását, tehát tudjátok, hogy ez a 30-as években volt, hogy szereztek valami, nem tudom, milyen IBM UKRT rendszert, amiért hát az IBM-et utólag kérdezgették, hogy ez mégis hogy volt, hogy a koncentrációs táborba fogvatartottak az ő számítógépeikkel, ezért osztályozgatták, tehát azóta sincs hír erről, hogy ez hogy volt. És nem válaszolt az IBM, hogy a svéd demokraták mondták, hogy lehet kereskedni a németekkel? Ez már mégse így volt, azt mondta az IBM. Ez így volt, meg a görögök aranya is hoppi, az sem volt már. Ebből is látszik, hogy bármit csinálsz, csak jó marketing kell hozzá. Tehát a németeket is, a világháború alatti teljesítményüket is meg lehet azzal magyarázni, hogy ők nem meggyilkoltak 6 millió zsidót, hanem egy csomó embert nem öltek meg. Ja. Igen. A zsidók millióit nem öltek a pohár, meg. A pohár félig tele van, vagy félig üres. Sok nem elkúrták, hanem mindenki összeesküdött ellenük. Tehát nem negatívan diszkriminálnak valakit, hanem bizonyos embereket pozitívan diszkriminálnak. Az, akit életbe hagynak. Milyen jó fejek. Bizonyos emberek fogyasztatnak áramot. Bizonyos emberek állhatnak közelebb másfél méternél. Hogy ki állhat közelebb másfél méternél, az én tudom. Esti melyik. Na, azt mondja, hogyha már itt tartunk a járványzó... Ha bárki beírja, hogy ne németezzünk, az másfél méternyit álljon tőlünk. Kérem. Le fogjuk mérni. Szögmérő 0.2-nál. Mi a német rendőrség. De ott tettem volna, amikor kiadják a parancsot, hogy turpolicáj méréshez. Érő létszett. Igen, meg bocsánat, hát hogy merészel egyáltalán két FFP maszk nélkül kommentelni? Így van. Tehát a németek is megmondták, hogy mindenki hordjon kettő FFP maszkot. A kommentet előbb küldje el a német kommentelési szakhatóságnak, és majd ők valahol ezt értem, hogy a németek félnek ettől, mert tudod, amelyik német náthás lesz, azután a hollandnak tartja magát. Micsoda? Amelyik német náthás lesz, azután a hollandnak találja, tartja magát. Egyébként azt látjuk, most nem így utólag, hogy a Hont Andrást is megidézzük, hogy a járványgörbék azok mutatnak bármiféle különbséget, akkor, hogyha ezt az elmebeteg mindenkit bezárunk, dolgot hagyjuk végre, vagy... Ja, akkor is? Látjuk. Aha, parancsot kaptál rá, akkor látod. De nézd meg. Én nem látom. Ott van szegény németek, akik annyira megdermedtek a magyar
laza a járványkezelési szokásainkon, hogy Pozsonyban elkapták a koronavírus járványt. Palaszkodtak, hogy Magyarországon a német kiszabályok Pozsonyban. Tehát valahol jó arcok mégis. Jó. Ezek a régér, hogyha szerintük az Magyarország, akkor velünk hát, átszárnyalni. Bécsi döntések igen. Vannak, tudod. De a bécsi döntés alatt nem kaptuk vissza a Pozsonyt. Ez az új bécsi döntés. Az új bécsi döntés, az igen. Jobb lesz. Jó, oké. Velünk lehet beszélni. Ha visszakapjuk Pozsonyt, szigorítunk a pozsonyi járványkezelési szabályokon, azonnal az első intézkedés lesz. Tehát, amint bármit golyoztak itt össze, azt el kell ismerni, hogy Észak-Németországban azért terjed a 100%-os átoltottság ellenére az Omikron, mert mi lazán kezeljük ezt a járványt. A magyarok hátba támadták a járványt, meg a lengyelek. Meg valami ki más, érted a lengyel. Ezért kellenek majd lengyel táborok a náthásoknak. És a járvány görbéket tuzéjen vár ajnbe fel. Szóval, tud, hogy mihez tartsd magad. Szóval, hogy én nem vagyok német, és nem kaptam parancsot erre, hogy másképp kell látni ezt a dolgot. De itt még egy dolgot behoznék, mert ugye a komáromi vonalon maradva ugye hetente kéne oltani, vagy minden kávé meg fogmosás közben egy oltást azért be kéne tolni, meg mindenki félre bekezzen. Tolni az FFP maszokat, ami keresztül kasú be így vagy van, így burkolva, és akkor oda mehet még egy oltás. De hogy most jött egy olyan, hogy az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalása szerint a 4 havonta beadott ismétlő oltások gyengíthetik az emberek immunreakcióját, na hát. Tehát kitalálták azt, amihez orvosnak lehet, hogy nem kell lenni, hogyha 3-4 havonta szuratod magad minden szarral, akkor szétbassza az immunrendszeredet. Olyan ember nincs szerintem, aki, hogyha 3 havonta oltatja magát, az nem lesz valami autoimmun beteg. Hát nem tudom, hogy autoimmun, meg szerintem itt azért rengeteg ilyen mágia, meg varázslat, meg Facebook bölcsesség van már, de az biztos, hogy a természet anyuka nem azért adta nekünk az ellenanyag nevezeti dolgot, hogy azzal legyőzzük a betegséget, hogy folyamatosan ott legyen a szervezetünkben. Tehát amikor elkapjuk a betegséget, akkor megtermeljük az ellenanyagot, legyőztük, túléltük fasza, és utána szép lassan eltűnik a vérünkbe. És nem kell folyamatosan baszki immunisnak lenni mindenre. Én még azon a tudományos tényen vagyok tartva, hogy ez náthává szerint dül, tehát továbbra is maradjunk annál, hogy akkor nátha tehet. Az egyetlen, akkor találjanak ki valami újabb tudományos álláspontot, de én még ennél maradtam. Tehát. Az egyetlen dolog, amiben illene folyamatosan fenntartani a társadalmi ellenanyagot, az ott a Laci mögött van. Tehát, hogy ne kelljen mindig a T-sejtből előhívni a memóriánkat, hogy milyen károkat okoznak nekünk a kommunisták, hanem látunk egyébként rá, és akkor arra is már emlékeztető oltás. De ugye ennek az oka. Tehát jó az helikopter, csak nagyon üres. Igazából ugyanazon, amit te mondtál a vírussal. Nevezzük boosterkopternek. Tehát folyamatosan indul. Elkap egy influenzát, elkezd benne ellenanyag termelődni, és egy hét, másfél hét alatt legyűröd, aztán kigyógyulsz. Most már náthávászál idő, és akkor az influenza aztán eltűnik belőled, igen. És akkor egy pár évi védet eszel tőle. De ez a fertőzés, ez folyton itt van a társadalomban. Nem, jó, nem de most már náthávászál idő, de vigyáznunk kell. A kommunizmus náthávászál, én nem látom, ugyanolyan veszélyes vírus. Hát azért nem, mert nézzél rá a Gerő Ernőre, meg a Jámbor Andrásra, tehát azért egyiket kiröhögöd, a másiktól nem annyira. Az nem így van. Jó, de most a Szamueli Tibor 18-ig egy senki azért volt. Azért nem, de azért ránézel a fejére, hát nem az a Jámbor András lát. Akkor nézd a Tordai Vencére. Mondjuk eddig én is kiröhögtem azt a formát, de most rendesen felhúzott. Igen, a meritokráciára. A meritokráciára neki elértekezni valaki. Írni nem tud, igen. De egyébként még a... És baszki, és akkor itt, hogy beszéljünk végre a valóságot, tehát igazságos társadalmat akarnak nekem, nincs ellenemre. Én mindig azt mondom, hogy én még a méltányosságot is túlzásnak érzem. Igen, de az igazságos társadalom az, hogy ezek az emberek annyit kapnak, amennyit érdemelnek. Hát, az meg a nulla. Ezt egyébként pár hete megírta én egy cikkbe, igen. Hogy mi a különbség az igazságosság, meg a szolidaritás, tehát méltányosság között. Az igazságosság mindenki azt kapja, amiért megdolgozik. A méltányosság pedig az, hogy senkit nem vagyunk az út szélén. Tehát ha valaki lecsúszik, akár önhibájából, akár valamilyen más rossz körülmények miatt, akkor azon úgy igyekszünk segíteni, de az se segélyekkel, hanem úgy, hogy hálót kapjon pedig halat. Igen, de van a méltányosság A, meg a méltányosság B. Tehát a méltányosság A, amit mindannyian elfogadunk, hogyha tényleg arra szükség van, hogy tehát látsz mondjuk egy embert, hogy nem, hogy kell mondani, nem kerekesszék, mert nem akarok kerekesszék. Úgy járni, pólul járni, mint tehát egy kerekesszékbe. Mondd csak ki, nekem már nem árt. Nem merem. Te már nem, a vései nem mondtad. Kerültem. Egyébként, amikor így az ötlet támogat, hogy utána egyébként voltam, hogy tolószék is kerekesszék, mindent mondtak, tehát ezt senki nem írja követni. Meg szabad. Igen, csak nyilván a legjobbat tételezzük fel, hogy a fickó azért vesztette el a lábát, mert hogy nem tudom, hogy valahol békefenntartott, és akkor meglőtték a terroristák, vagy szolgálta a hazáját, vagy valami ilyesmi, és akkor nyilván akkor teljes tiszteletünk mellett még
megfelelő ellátást, vagy pénzügyi támogatást, meg kiérdemelt támogatást megkapja a részünkről, viszont ott van benne a méltányosság B, amikor nem tudom, a fickó azért veszítette a lábát, mert hogy hót bebaszva autókázott, és neki rohant a falnak, és még mellette a anyósülősben lévő haverja meg is hót, és akkor így sérült meg, de hogy a méltányosság B szerint ő is megkapja az ellátást, és ezt nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert hogy mi is szaremberek vagyunk, ugye alapvetően ugye mindenki bűnösnek születik, mi is szaremberek vagyunk, és tartunk attól, hogy esetleg egy borút pillanatunkban mi is egy fasságot megcsinálunk, és akkor szeretnénk, hogyha mi is a társadalom részéről megkapnánk azt a kegyelmet, vagy szolidaritást, vagy méltányosságot, amit ezek az illető. Ezzel rendben egyébként a keresztény méltóságba gyökerezik, hogy minden embernek joga van az emberi méltóságra, és akkor azt a többi ember igyekszik fenntartani, akkor is, ha ő valamilyen szinten azt bármilyen okból elbukja. Ha önhibájából, igen. Hát bármilyen okból. De a kulcs az ott van, ahol amit a rabbi mondott, azt mondja, hogy minden ember bűnösnek születik, hát ezt egy baloldali nem fogadja el. Tehát ezt elmondod a Jámbor Andrásnak, baznak, és hidegrázást kap ettől. Pedig szerintem fel se fogja. Kéne némi hát a baloldal az azért, hogy nem születtél bűnösnek, idővel válsz hozzá, hogy ilyen falságokra járkálsz. De mindent megteszel érte. Igen. Nem, mert nyilván amikor itt van... Nem szerintük jónak születsz, és a mindenféle körülmények... És a Orbán elrunt. A társadalom miatt nem tanult meg írni a gyerek, meg központozni. Na, hagyjuk. De szóval annyira felhúzott ezzel a meritokráciáról való értekezésével, hogy komment háborúba vonultam egyből, mert nyilván azért ritkán szoktam ilyesmi. Sem, nem, de megjelentek a hívei, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy ez a csávó, ez konkrétan miért is, mit is csinál a városházán? Tehát miért fizetjük? Most már semmit, nem? Vagy, Dehogy nem. Már nem jár be. Tanácsadó. Nem, már nem jár be. Nem jár be, az meg egyik se jár be. Miért Márta Imre bejár be? De nem a városházán csinálja, onnan csak a pénzt kapja. Persze, bejár a hajófülkébe. Igen, a jakt, érted. Tehát a csávó eddig konkrétan azt tudta felmutatni az egész évtizedes teljesítménye után, hogy kiváló szendvicsember, tehát tud állni a blahán, és tudja felmutatni a táblákat, hogy írjatok alá. És keresi, hogy hol van a Orbánon. Tud szervezni párt gyűléseket, meg ilyeneket, tud aláírásokat gyűjteni, ezen kívül tud szervezni, meg aláírásokat gyűjteni. Meg lelkes. Aha. De írni is tud. Szerkesztem. De írni is tud. Hát nem. Nem, azt nem tud. Tudom, csak provokálat. És ezzel kiérdemelte azt, hogy mi a városházán egy ilyen kifejezetten jó fizetéssel díjazzuk ezt a tevékenységét, hogy ő lelkes pártaktivista. Ő meg tudja venni azt az iPhone-t, amit sok tervtársa nem. Igen. Ja. Igen, egy kicsit térjük vissza, elkanyarodtunk az oltást, ott még azt akartam, hogy tehát most, hogy gyengíti az immunrendszert, erről is egyébként mindig mindenki mást mond, tehát azt meg valljuk be őszintén, hogy ebbe az egész járvány dologba az orvosok is csak tippelgetnek, mert mostanulja mindenki. Nem igaz, a tudomány mindig tudja, hogy van és tévedhet. Tehát ez most egy tök új dolog, és mindenki most tanulja, meg próbálja kinyomozni, hogy akkor mi hogyan működik, mi mire hogyan hat. Tehát az orvosok is tippelgetnek, és emiatt egyébként a kormányok is csak tippelgetnek, és akinek meg az a baja, hogy a magyar kormány most C-t mond, fél éve B-t mondott, másfél éve meg A-t mondott, az nézzen rá egyébként Szlovákiára, ahol meg pont az van, hogy a kormány soha nem mond semmi komolyan vehető szilárd követendő dolgot, hanem totális káosz van. Melyik Szlovákia? Délnyugati? Nem, az északi tótország. Tehát ott a kormány össze-vissza beszél, önmagának mond ellent egy napon belül akár, tehát olyan össze-vissza intézkedések vannak, emiatt, hogy nincsen semmi konkrétan abban a pillanatban követhető iránymutatás, az emberek már nem tudják, hogy mit csináljanak, és elég hamar elkezdtek nem hinni a kormánynak, és a kormány most már akármit mond, meg kér, meg bármit szigorítana, vagy bármit intézkedne, az emberek leszarják, mert a kormány nem komolyan vehető. Ez az a baj, elkezdtek hinni a kormányok és a tudománynak. És ebből jött az a káosz, hogy Szlovákiában totálisan. Igen. Tök szigorú szabályok vannak, elvileg maszkot kéne hordani a segéden is az utcán is, de senki nem veszi komolyan, mert aki ezt a dolgot kiszabta, hogy így kell csinálni, az nem komolyan vehető, amiatt, hogy soha nem mondott se át, se B-t, se C-t. Mert azt mondja, hogy a delfin az egy ember. Tehát a magyar kormány mindig azt mondja, A-ként, B-ként, a magyar kormány mindig azt mondja, A-ként, B-ként vagy C-ként, ami az aktuális álláspont. Ez nyilván változik, mert a járványról is lófasz nem tudunk egyébként, tehát mindig tippelgetünk, de már mindig mond valamit. Ez a tudományos őrültség nem most kezdődött, tehát a delfin emlős, a denevér emlős, a föld gömbölyű, tehát van egy csomó ilyen olyan dolgok, amik nagyjából hasonló szinten komolyan vehetők. Úgyhogy ezt nem lehet számon kérni, valaki mindig más mond, mert mindig változik. Ez annyira igaz, amit te mondtál, hogy amikor Martas... Németek ellen nincs forrás, ezt Martasi tapasztalat, meg ugye a Komáromba és a Tizektig mozogtunk, hogy miközben Magyarország, hogyha felmernék szállni egy villamosra, úgyhogy nem húzok maszkot, vagy egy boltba be akarnék menni, akkor nyilván rám szólnának az emberek. Ott meg elfelejtettem maszkot vinni magammal, és csupasz arccal mászkáltam, és senki nem szólt.
Miközben elvileg mindenhol hordani kéne. Tudták, hogy te vagy az Ambrózius. Tehát simán bementem a dohányboltba. Hát ne viccelj. Jó, de ez arról az országra beszélünk, ahol tavaly december 8-án azt a szabályt kihozták, hogy nem mehetsz karácsonykor családlátogatásra, de elmehetsz síközpontba kirándulni. Jó. Ott nem fertőz? Ez egy ennyire komolyan vehető ország, tehát nem, hogy arról van szó egyébként, és szintén fontos tapasztalat. Szintén fontos, ezt most már engedjük el. De a tudomány nem, ezt, nem ez volt a legújabb tudomány, erről is mindig más volt, mert igazából fogalmunk sincs pontosan. Aha, de azt higgyük el, hogy gömb. Jó, de egyébként szintén fontos tapasztalat, a Szlovákiában négy párti koalíció van, és a koalíció, ugye elvileg, hogy a koalíció arról szól a szép elméletek szerint, hogy majd összehangolják a különböző érdekeket képviselő pártok. Valójában arról szól Szlovákiában a koalíció most már, amióta megalakul, hogy a négy párt egymás torkát rágja állandóan, hogy a következő választáson majd 4 év múlva ő maga kerül a legjobb helyzetbe a négyes közül. Hát nálunk, csak a saját pecsenyőket csinálni. Magyarán egymást ölik a helyet, hogy normális döntéseket hoznának. Tehát az összefogásnak az elméleti hátterét, az valamelyik ilyen nagy hatású és nagyon fontos tüntetésen az Andrássy úton, még a Zsupér Mónika Róbert fogalmazta meg, annak az a lényeg, hogy egy taktikai jellegem egyszer össze kell fogni, megnyerni a választást, betiltani így, a Fideszt, és akkor utána egymás között új választást kiírni. Befogni az órodat, belenézni a tükörbe, ráköpni, és megint 27-szer is leszavazni ugyanarra az MSZP-re, akitől a fizetésedet kapod, ez a Puzsér körülbelül. Tehát semmiféle az az MSZP-be az meg, amire te szavazol, nem az összefogás. A demokrácia visszaállítása az azt jelenti, hogy megszerzik a hatalmat, betiltják a Fideszt, megint az összes Fideszest elviszik börtönbe, és akkor majd tartanak egy olyan demokratikus és legitim, meg legális, meg tiszta választást, ahol már nem indulhat olyan párt, amire ők nem bulintanak rá. Ez nem láttok ebben egy mintázatot, hogy a baloldal az mindig beindult ez. Igen, csak utána mindig jön a következő mintázat. Azt akarom mondani, hogy a baloldal mindig az, hogy az a baj a monarchiával, meg a kormányzó úrrendszerével, hogy ott nincsenek választások, majd mit csinálunk, és akkor jöttek, és akkor mégse csináltak. Nem akarok Schmidt Mária lenni, de mintha lettek volna választások a monarchiában, nem? Nem így volt az érben? Szerintem a Horthy rendszerben is voltak. Igen, de a Horthy rendszerben egy pártrendszer volt. Tehát mindig akkor nem voltak választások, amikor a kommunisták megalakultak. A Horthy rendszerben voltak pártok, csak lejtett a pálya a Nemzeti Egységpártnak. A kommunista rendszerben meg olyan választások voltak, hogy így két párt létezett. A kommunista párt meg a Nemzeti Front. Hát egy párt létezett, mert az igazából... Egy párt két listát indított. A hazafias név. A Nemzeti Front volt az eredetileg, csak abból lett a hazafias név. Csak átnevezték, igen. De ezt mondjuk el, hogy ezt a bölcsességet, a nagy tudású ami, hogyha vizsgán csinálja, akkor szerintem másnap már nem kell jönni az egyetemre. Ilyen szerencsé, hogy az Applebaum történész. Persze, hát ez a szakértő. Hadd fűzöm hozzá ezt, hogy az amerikai kongresszus működik, a német parlament működik, az önök parlamentje nem működik. Honnan jövök? Honnan jövök, kedves Krisztin? Nem zavarja önt? Honnan jövök, és nem bezártam. Várjál, most ez azért jó lesz az átkötés, másfelé akartam menni, de hogy ugye most a híres színészek megint közzétettek egy videót arról, hogy szorulásom van egy hete, meg mit épp panaszkodnak. Megkeresem. Van benne az a csávó, az a híres színész, akit nem tudom, hogy fogalmam sincs, hogy ki az, nyilván én vagyok műveletlen, aki konkrétan belemondja a kamerába, hogy szomorú vagyok, nem tudom, szorongok. Ideges vagyok. Nagyon jó. Ez a járulékos célunk egyébként. Hol a picsába még milyen lesz a helikopterben ülve? Vagy pompomként. Ez a noir klip lesz, az a baj. A noir klip is tökéletes. Tehát kijöttek a színészek is egy klippel, de ezt úgy érezte a noir, hogy ő nagyobb annál, hogy a színészekkel jön ki, hiszen ő csak egy színész. Tehát a videóban csak egyszer szerepelt. Ezért noir azzal az emberrel szerepelt, akit a legjobban szeret, önmagával. Tehát a noir egy ízléses duettet adott elő saját magával. Nem menjünk erőre, mert csapunk, most nézzük meg ezt a... a híres színészek. Kommentálni közben? Ez az, hogy senki ne szavazzon a Jobbikra? Tudod, mit látok? Hogy átvernek. Hogy aki bizalmat kapott tőlem, az végül elveszi tőlem még a reményt is. De mondd a neveket, nem is. Hogy feladtam már régen. Hogy nincs erőm küzdeni. Hogy elveszítem a hitem az emberekben is abban, hogy tisztességesen lehet és kell élni ebben az országban. Sokszor egyedül érzem magam, és inkább hallgatok. Szorongok, rossz kedvem van. De ez van szorongok, rossz kedvem van idegen. Én odállok a kamera elé, és azt mondom, hogy
hogy szorulásom van, máskor megfosok, rosszul érzem magam, éhes vagyok. De basz, nincs iPhone, nem tudok iPhone venni. Nem lehet, hogy ez egy gyógyszer? Szatíra. Szerintem ez egy gyógyszer reklám, és majd kijön egy hét múlva a következő, hogy ezt felírjuk, ezt az antidepresszást. Már Zurizik el a Nébelverkung el, ez az idipakunk. Szerintem ez egy antidepresszás reklám. Vége a legjobb. Tisztán történjenek a választások. A választások tisztasága a rendszerváltás óta rendre megkérdőjeleződik. Megkérdőjeleződik. Hát előtte meg ugye nem voltak választások. Tehát nem volt megkérdőjeleződik. A választások tisztasága a rendszerváltás óta rendre megkérdőjeleződik. Előtte nem? De akkor most mégis igazuk volt a Budaházéknak 2002-ben? Ja, tényleg. Akkor ezek tüntettek velük a hídon? Jó, oké. Még szerencsé, hogy nem Svájcban vagyunk, mert ott van az a kapszula, tudod, ott lehet aktív eutanáziát elkövetni. Mm-hmm. De egyébként a Péter Fibori azt mondja benne, ő véletlenül ismerem, az életükért. Azt mondta, hogy akinek bizalmat szavazott, az nem tudom, mit csinál vele. Tehát akkor Orbánra szavazott 2018-ban, tényleg? Persze, a legnagyobb fideszes volt. Adott neki bizalmat? Csak csalódott, igen. Legább akkor a fideszes volt, mint az MZP. Tudod, az MZP, aki sosem szavazott a Fideszre, de ő egy csalódott fideszes, aki egy csalódott fideszeseket meg fogja szólítani. Meg a Fegyőr, ő is csalódott. És tudod honnan ismeri fel a csalódott fideszest? Hogy ő ezt mondja. Hogy még sosem szavazott a Fideszre. Nem nézzük meg az egészet, olyan aranyköpések vannak egyébként. Nem, tényleg ilyenek, hogy kakilnom kell, meg ki kell mennem, meg szorulás. Kirincs benne, legalább a mucsit bevághatták volna, hogy ízfejű, geci kurva, anyádat, bazd. Tőgyarcú, barom, te. Ez is megáll, az meg nem megy, megáll. Vagy a gréci, tudod, fel akarom állítani, de nem megy. Várjatok, de nem az a budajosi polgármester. Egyébként mi megtaláltuk az eredeti verzióját is, és így más timmel. Tudod, mit érzek? Fájdalmat. Tudod, mit látok? Hogy átvérlek. Hogy aki bizalmat kapott tőlem, az végül elveszi tőlem még a reményt is. Attól félek, hogy feladom. Tudod, feladtam már. 6 éve volt utoljára merevelésem. Hogy elveszítem a hitem az emberekben is, abban, hogy tisztességesen lehet. Sokszor egyedül érzem magam, és inkább hallgatok. Hogy olyan dolgokra nem figyeltünk és legyintettünk, amelyek után meghatározták az életünket. Kutya úr. Mások életét. Nézd meg, hova jutottunk. Így. Járvány és közönség. Rettenetes, de ez az igazság. Ostobák és járvány. Közben pontosan tudom, hogy tenni kéne valamit. Addig az a tökéletes hívasz. Hogy nem tudom, mit is kéne tenni. Mit is tehetnék én másokért és magamért. Mások mit tesznek értem. Érted és a te gyerekeidért. Hova jutottunk így? Hova jutottunk így? Most van ez az ügy. Amiért te is kiállhatsz. Önmagadért és gyerekeidért. Mekkora színész, úgy, ez a nő egy színész óriás. Nem találsz ki kifogásokat. Most nem. Sinéd a szemükbe tud nézni, és azt tud mondani, hogy te megtetted, amit lehet. Majd oldalad jönnek a fényel. Kiáltál azokért, akik félnek kiállni. Szerintem ő volt. Hogy érezd, hogy szabad vagy, és azt teszed, amit kell. Hogy élsz a jogaiddal. Ha te is így gondolod, csatlakozz hozzánk. Szavazatokat számolni és ellenőrizni. Hogy tisztán történik. Gazdagrénti lakótelepizinek. Ez a minimum. Ezek fognak szavazatokat számolni? Ez az a fajta cikk, amit az Index úgy írna meg, hogy a téma érzékenysége miatt reklámokat nem helyeztünk el a cikk után. Tudjátok, volt és hogyha valakiben öngyilkos gondolatok fogalmazódnak, akkor hívja ezt a számot. Volt az izé a legvégén a szomszédoknak, hogy lementek ezek a nevek, és akkor volt még egy legutolsó vég monológ, és akkor ütötték el a Ferit úgy, hogy egy hatalmas kecsöp volt, aki hétig nem tudtad, hogy mi történt vele. Oda kellett volna valamelyik Márki Zaj, vagy nem tudom, tehát ott Márki Zaj törött kézzel is feküdne a kecsöpben, és akkor várnád, hogy 2 hét múlva mi lesz. De ezeket most idejöttek egyébként, nem tudom, tucatnyian, vagy mennyien vannak. És a céljuk az, hogy összegyűjtsenek 10 vagy 20, nem tudom, mennyi ezer szavazatszámlálót. Igen? Aha. Jó. Vajon fog-e sikerülni? Ezen tűnődök. Igen. Jó, aláírásgyűjtés. Hát mennyire jól sikerült meg? Hogy számolnak? Figyeljük, hogy számolnak? De németek. Szóval lehet, hogy a szovjet hadosztály. 2000 tonna, az nem fog elsüllyedni. Hát érdekes, hogy megnézik a térképet, egy front, szor 2. De már meg is van a narratíva, amit majd itt elmesélnek, hogy ki miatt nem lesz hát a Fidesz úgy választásokkal egy időben. Az ő kérdések és népszavazása Fidesz miatt, mert hogy nem gyakorolt a gesztust, mert hogy... Ezt most magyarázzuk el akkor a napok számával. Tehát a Fidesz többség, meg Áder János nem hajlik meg a népakarat előtt, a népakarat meg abban fejeződik ki, hogy
a határidő után nagy nehezen összejött talán 230 igazából ezer aláírás. Igazából nincs ilyen fix határidő, ugye az van, hogy az elnök 50 napon, legalább 50 napra írhatja ki a népszavazást. Tehát amikor az ADR... Plusz az MVB, míg amikor az ADR-hez kerül, onnan legalább 50 nap, és ugye az ADR-nek... Nem, az 55. napon, tehát az... Nem, 50 napon túl kell kiírnia. Tehát amikor ő megkapja az ügyet, onnantól kezdve 15 napja van, hogy kiírja, de 50 a kiíratéstől kezdve 50 napon túlra, vagy legalább 50 napra. Ádernél lehet 15 napot, az országgyűlésnél lehet 30 napot az ügy. A választási irodának van 60 napja hitelesíteni, és van még 10 nap jogorvoslati idő is. Tehát ha a választási iroda most itt tökre siet, jó fej lesz, és megoldja mondjuk 2 hét alatt a dolgot, és nem lesz jogorvoslati kérelem se senki részéről, utána kell az országgyűléshez, és az országgyűlés meg Áder annyira extra jó fej lesz, hogy így rapid munkába földolgozza, és egy nap alatt továbbadja az ügyet, akkor lehetne népszavazás. A kérdés, hogy a Orbánra, meg az Áderre, vagyis hát az országgyűlési Fidesz frakcióra, meg Áderre, hogyan hat az évek óta nem szűnő O1G-zés, meg bajszosztalozás. De hosszú ez a törvény. Ugyan volt a másik jelszavuk? A Orbán Geci Áder nyeli, erre emlékszem. Kiben ne buzogna föl a jó indulat, hogy ilyeneket mondanak rá, ugye? Tehát nyilvánvalóan a Fidesz frakció, meg az Áder törni fogja magát, hogy ezeket így meghalálja azzal, hogy egy nap alatt így tovább pasztolja az ügyet és mindent. Még ülésszak is kell ahhoz, hogy bejelentsék. Bonyolult, tehát nem, az a lényeg, hogy egészen biztos, hogy kifutottak az időből. Ennyire ezt nem lehet kicentízni ahhoz, hogy sikerüljön. Igen, de ők, viszont benne, ugye ez népi kezdeményezésnek számít, amit aláírás formájában fejezett ki a nép, mint óhaj. Viszont úgy tudom, népszavazást a köztársasági elnök is saját hatáskörben is képes kezdeményezni, illetve a parlament többsége is kitűzhet, tehát az, hogy megszavazzák, hogy ezekről a kérdésekről legyen népszavazás, és akkor lesz. És erre számítanak most, vagy ezt akarják majd kikönyörögni maguknak, hogy akkor ne az aláírásokat, tehát ne a szokásos eljárás keretében, mint népi kezdeményezés legyen egy népszavazás, hanem a Fidesz többsége a parlamentben szavazza meg, hogy legyen az ő kérdésekről is népszavazás. Tehát akkor most ó, mégse 1G? Orbán létszik-e? Á, még se nyeri. Anyunk szívműtétjére egy kis népszavazást létszik. Tök reális tényleg. Ez így működik, hogy egy tűrhő fasz vagyok a másikkal, aztán így létszik, segíts már nekem, légy oly bátyám. Segítesz? Vagy így működik. Nem adsz szigit? Menj a kurva anyádba, leszúrlak. Nehogy már kérdekeljünk, te paraszt. Na, kedvezünk neked is, ezredes, akkor, hogyha már itt tartottunk a híres színészeknél, akkor jöhet a Milyen Latinovics? Milyen áron? Új, de undorító. Volt is belemnés, hogy ők is élvezhessék. Én se látom, hogy még áron. Nem megy a vécébe. Ó, én! Ott van én! Jaj, én! Tehát a fülem mellett a szememet is kezdtek. A áron, na a vicc patron eldurrant, ha valami kimaradt áron. Áron, figyelek, te kértél eddig számon, de most forduljon a kocka, szóval milyen áron? Milyen áron hagytad ott annól a színházat? Kapcsolt ki ezt a fost. Fú, bazd meg, ez magával beszél a tükör? Hát ezt mondom, bazd meg, hogy önmagával csinál duettet. Arról szól a klip, hogy a tükörbeli énje, igen, az így azt mondja, hogy így feláldozza magát a közért, meg hogy ő így csinálja, igen, ezt a kis közéleti lázadását, és ez micsoda veszélyekkel jár egyébként, mert mi mindent kockáztat érte. Bárcsak veszélyekkel jár. Meg hogy bocsánat, jó helyre kell néznem, bárcsak veszélyekkel jár. Meg hogy ezzel mi mindent kockáztat, és erre a tükör előtt álló én azt mondja, hogy oké, igen, tök nagy hős vagyok, de muszáj megtennem, mert nem bírnám, hogyha hallgatnék. Várjál! Akkor Gábor, nem akarod azt a South Park részt bevágni, amikor a Cartman a kisállataival teázott a kertben. Nekem az jutott eszembe. Szerintem ez ijesztőbb, mint a depressziós színészek, akiket az öngyilkosság gondolata foglalkozik. Nem. Ez az meg egy hasadt személyiség, és az egyik énje azt mondja, hogy öld meg a fideszeseket, a másik énje meg azt mondja, hogy ne öld meg őket, ne öld meg. Tehát ez az meg egy pszichopata. Jaj, Erik, annyira jó vagy, és annyira jó. Polly Pudlip, hogy úgy szeretnek. Te igaz, gentleman vagy, Erik. Az a rossz hírem, hogy ez a Molnár Áron, ez egy pszichopata. Hát, és közveszélyes. Tényleg hasadt személyiség, nem pszichopata, de hasadt szegény. Tehát orvosi kezelése van szüksége. Ugye a pszichopatáknak nincs szükségük orvosi kezelése, őket csak el kell különíteni, hogyha nagyon durvák. Minden esetre éles tárgyat ne adjunk kezébe. Ne, mert megvágja magát, vagy a másik Áron. Hát, vagy másik Áron.
De a Szilárd is bekerült a szövegbe amúgy. Komolyan? Persze, igen. Na, a Szilárd lett a nagy sátán, és akkor nem azt kértem, hogy jársz le az egészet, csak na, mondom. De mi van benne? A Szilárd már reagált is, hogy hát ennél többet ő nem kaphat az élettől, hogy a Molnár Áron megreppeli őt. De benne van névvel? Vagy benne Szilárd. Van, Szilárd. Még a falra is ki van írva. Igen, és mit mond, hogy... Hát ezt most nem égyeztem meg. Én csak arra tudtam koncentrálni, hogy így önmagával onanizál, vagy maszturbál, vagy mit csinál ez a barom. Tehát így én erre... Minden esetre szeretnék ott lenni, amikor igen. Majd a másik áron, a másik egyénisége megtámadja a Szilárdot. Vagy egy pisztációt. Tehát ez igazából a megreppelt Joachim Löw, aki így megszaggatja a saját sekszőrét, aztán benyúl így a ágyékába is. Kicsit lereszel a heréből egy kis bőrt, és azt így a világszeme láttam. Vagy így feltapasztja az óra belsejére, hogy így sokáig szagolhassa, aztán belevered a nyerébe, és kinyalja onnan. Vagy... Körülbelül igen. A futballstúl fandrásáról beszélünk. Ja, és van benne egy zseniális rész ebbe a Molnár Áron klipbe, mikor arról reppel, hogy ő nem lesz nem tudom milyen pojáca. Ez ugyanaz, sok sikert. Ez ugyanaz, mint amikor a Jákob azt mondja, hogy nem bohócnak jöttem. Hát én sajnos így sikerült, maradhat. Úgy kiutalnám egy hétre Észak-Koreába, között, hogy állj sorba ott a bizottság előtt, hogy akik engedélyezik, hogy előadó művészetet gyakorolhat-e, és akkor így ránéznek, hogy katonaindulót énekel? Nem, akkor azért el van tiltva tőle viszlát, mehet a földekre. Vagy Kabulba. Ja, és Kabulba nincs is ilyen. Vagy a légvédelmi ágyú elő. Hát ahhoz már több kell, de igen. És még egy fontos, ami megragad bennem egy részlet, mikor elmondja, hogy most nem tudom a szöveget pontosan idézni, annyiszor nem néztem meg egyszer, és arról beszél, hogy ha kerestek, nem tudom, jobbra, vagy kerestek balra, engem középen találtok. Ja, én! Oh, jaj, Zsupér! Jaj, ez a Zsupér lesz. Noárnál megképződött a harmadik kórus. Te annyira független vagy, Erik. Engem középen találtok. Végre megvan a harmadik pólus. A tálányadásnak kéne szólni, hogy Kupa Mihály emlékmandátum bizottságban. Jár a Noár közelébe, akkor dobjon már neki egy kis polipudli pöttyöt, meg Tompor Jokert, hogy viselje, bástja ez a körül magát velük. Tényleg, ha Márkizaj végül elkúrja, akkor rögtön ott van a Noár, aki rá lehet építeni a harmadik pólus. Szerintem a Puzsér nem szereti a Noárt, ez az egy probléma, de majd megszereti. Ez neki jó probléma? Igen, hogy nem ezt szereti? Hát, az, hogy a Noárnak nincsen annyi pénze szerintem. Igen, tehát de a Noár nem tud annyit fizetni, és erre gondolom. Nem, a versenyhelyzet miatt nem kedvelik egymást, mert ugyanabban a belváros két ház tömbjében népszerűek. Magyarán két harmadik pólus egymással versenyez? Harmadik pont egy és harmadik pont kettő pólus. Közös legelő játék elmélet, kívánj harmadik pólus képeznek. Harmadik pólusok taszítják egymást. Kéne egy harmadik pólus előválasztás. Hogy melyik harmadik pólus legyen a harmadik pólus? Az a két ház nem csak 10 harmadik pólus képes eltartani. És ugye mind a ketten 10-et szeretnének legeltetni. Azna. Egy szemét dobom, csak egy harmadik pólus fér meg. A Molnár a tükörjében nem fél egy másik ember, ott csak én magam van. Ilyen hegylapos mellett, ez csak egy maradhat, harmadik pólus. Csak egy pólus. Melyik én fog nyerni? Valószínűleg most jut eszembe, hogy a Puzsér is repett már egyet, nem? Visszarepele. Szágjuk be, bazdmeg. Visszarepele. Jézus már, de nem lehetne egy ilyen fekete afrikai néger diktatúrába, ahol kibelezik azt a fehér embert, amelyik... Igen, tehát a fehér ember ne repeljen, bazdmeg. Nem. De hova ezt törölt? Ő se repel, tehát kézzel a rövid sorba az, hogy kicseszték szét a Színház és Filmészeti Egyetemet. Ez egy rím? Ez beleférnek egy rövid sorba egy rímbe. Attól jó, félek, rím azért az túlzás. Attól félek, ez a 90-es évek nagy Los Angeles-i repháborúját fogja megidézni. Comptonban bazdmeg pakolnak a négerek, hogy ők itt befejezték. Ennyi. Hogy képzelt az, amikor a puzséristák bazdmeg az autóból kellene. Nem. Meglátják, hogy noároknak vagy öltözve, és lelőnek bazdmeg. De nem így. Így. A Kanincsi utcába téveszt noárosként. Jó, geci! Jó, Istenem! Ezt annyira megnéztem. Bezárt Mikati Madar előtt. Ez volt az, nem? Majd csendes pompos. Puzséristák. Hordók előtt vannak a fejek. Ott hangszáznak a puzséristák, és én egy noáristák. Na, mit csinálják? Poszt és négy kusba vagy Versailles-on, mert ez marad. Kara, karantén karácsony marad, mara,
családom kara, kara, kara. Hát legalább nem magát nézettük körbe, mert azt mondom, hogy ez egy fokkal elviselhetőbb harmadik pólus, de nem mondtam, hogy sem végig. Miért akarnak rappelni, bazd meg? Nem, igen. Nem rappelni. Tehát rénekelni nem tudnak. Igen. Nem, ez azért van, mert hogy bármilyen ember, aki a muzikális tehetség szikráját is nélkülöz, ez rögtön a hip-hop felé fordul. De miért? Miért akarnak zenélni? Miért nem lehet csak hallgatni? Mert rasszisták. Úgy vannak vele, hogyha Amerikában egy néger meg tudta csinálni, akkor nekik is menni fog. Mert baszki, nem kéne rasszistának lenni. De ez amúgy nem kultúra kisajátítás? De. Részt az, másrészt rasszista hozzáállás. Tehát a négerek se írnak katonaindulót az NDK díszázadnak. Nem gondolják magukat ilyen szerepzavarba. Azért, amit a Dr. Dre-ek csináltak Amerikában, én rohadtul nem szeretem ezt a hip-hopot meg a rap műfaját, azt én is elismerem. De én azt hittem, hogy te rapper vagy. Nem te tovább. Az, azt a harmadik pólus viszi. A Puzsér ebbe gondolkodik, elkezd rappelni, és azt képzel, hogy mindenki olyan, mint ő, bazzeg. Azért nézett téged rá. Igen, azért most rajta a pulóver, hogy ne látszódjanak a tetovázás. Tetovált rapper, bazzeg, arra, annak rajzolta a habony. Én olvastam a Puzsérnál. Ott van az East Coast nagy... East Coast Kazinci utca. Kazinci Coast. Kazinci tetoválás. No, Áron, mi van ott meg jársz, hogy Mari tér, hogy a Víg Színház. Tudod, a puzséristák így hordják a szokat. A Noárosnak meg így. Hátra. Ja, tényleg. Hátra. A Noár, hogy úgy egyedül még bassz meg. Azt képzelő, hogy ez valami Animal Cannibals klip 30 évvel korábbról bassz vetted. Na. Vagy három pólussal korábban. Milyen jó, hogy betettem én ezt a Noárt, láttad, hogy feldobtam a műsor. És lesz majd romantikus film, tudod, amikor egy 30 év múlva egy noárista fia neki eludvarolni egy puzsérista lányának. Vagy fiának, bocsánat, legyünk a harmadik pólus Romeo és Júliája. Kirúgják a társadalom tudományi karról ezért? Vagy mi lesz a konfliktus? Nem kap új iPhone-t? Vagy mi lesz ez egy töréspont? Na, hogy kreatív ötletek vissza a fővároshoz. Márciusban jöhet a félórás és másfél órás BKK jegy. És mennyibe fog kerülni? 15 centért. Nagy koponya mennyibe vagy. Mennyibe fog kerülni? Keresem, azt mondja... 530 és 930. A 30 perces jegy 530, a 90 perces 750 forintba. Tehát alig másfél-háromszorosába? Aki megszavazta, az vegye meg és fogyassza egészséggel. Hát de így már legalább megértettem, hogy miért kezdték el leszerelni az automatákat. Hát ez mert ugye jegyet olcsóbban kap. Így aztán tényleg iPhone szegénység lesz, a 900 forintot elbasztok a BKV jegyre, mert ezt a faszt választjátok meg főpolgármesternek, bravo. Így megértem, hogy nem marad iPhone-ra. De... Én csak arra kíváncsi, hogy jó döntés volt. Mennyibe került a döntés mögötti muciónus? Mert ugye ezt nyilván ezt azért igen, kísérleteztek. Te Jánborandás kiszámolta. De számolni tud? Hát meritokra te Jánborandás. Az ujjaim, baszki. Nem tudom én. 1, 2, 3. Meritokrácia. 1, 4, 5. Boborjánék. Ez a Boborján, az nem ő, várjál. Boborján profin tud távolban nézni. Tudod, aki most nézi? Hogy hiány most, aki nem jut eszembe. Itt, mit? Hogy mi? A két helyettesít a Boborján. Márki Zajt. De a művész nevén. Mire gond? Besenyő Pista bácsit, ugye most pár napig a Boborján helyettesíti, aki a világ legtöbb nyelvén beszél. A tanítványa, igen. A Boborján. De az amúgy tök jó mók, mert ez a Márki-Zaj ahászor kiáll, mindig hülyeséget beszél. Nem, és... amikor Péter Friedrich időben odaér, akkor nem. De most egyébként ugye koronavírus sem Márki-Zaj, és ugye ma adták át az híveket. Úgyhogy ez veszélyes. De ezt nem is értem, hogy mikor jelentették be, hogy a Boborján helyettesíti a Besenyő Pista bácsit? Tegnap előtt, két napja. És akkor most így leadják az híveket, ott van az egész ellenzék színevilága kivonul beszédet mondani a leadás előtt, és a Boborján nincs ott. Hát beteg. Tehát, a Boborján. Tehát a Márki Zaj levelét a Péter Fiúrit olvasta föl. Ennek van egy korán van, nem tudja, hol a Kossuth tér, ez a két megoldásunk van. Vagy nem fogta fel. Tehát szóltak neked kéne jönni, és még nem jutott el az agyáig. De van ennek egy nagy pozitívuma, hogy a Péter Fiú olvasta fel a Márki Zajnak levelét, így egy fasság se hangzott el. De a Boborjánt azt most leváltották a világ leghülyébb pártjának éléről, nem? Tehát nem, most nem ő a világ leghülyébb pártelnöke már. Attól még maradt a világ legutább kisfiú. De az még alkalmazzák a Boborjánt? Tehát nem szabadunk a Boborjántól? Ezek szerint ilyen beugrás. Hát amúgy ő a Momentumnak a listavezetője. Még mindig. A Momentum lista? Hát, de miben listavezető? Momentum lista. Tényleg ez a lista dolog, az hogy áll? Mert, írjátok össze a leghülyébb pártagokat, egy fegyőr, oké, ezt értem. Ez a lista az hogy áll? Mert, hogy... Húsra, az meg nem tudsz a demokráciáról lófasz. Hát a Ferivel nem egyezkednek, ezt tudom. Én még abban vagyok, hogy a Ferivel nem egyezkednek. Ez olyan, mint hogy a korona csak náthalvászer időt. Tehát ez egy tudományos tézis, hogy a Ferivel nem egyezkedünk.
Úgy láttam, hogy nem nagyon halad ez a listaállítás dolog sem, nem? Tehát úgy, mint az aláírásgyűjtés körülbelül. Hát nézd, azt tudom, hogy megvolt nekik, ugye három lépcsős kormányváltásukon. Első volt a előválasztás, ott voltak 800 ezeren. A második lépcső a népszavazásuk, ott voltak 470 ezer osztva kettővel. Ennyien. De nekem ma azt mondta a Karácsony Gergely, megkérdeztem, hogy hova lettek az előválasztási támogatóik, akkor azt mondta, hogy hú. Szóval egy hülyeséget kérdeztem, kár, nem tudom, hogyan mondta szó szerint, vagy hogy mennyire gáz, hogy ilyet kérdezek. És akkor mondom, hogy jó, de hát tényleg hova lettek a támogatók? És akkor az volt a válasza, hogy hát nyilvánvalóan nem annyi helyen gyűjtötték az aláírásokat most, mint az előválasztás. De minden egyes lépcső... Hiszen most egyébként annyira jól álltak de a népszavazásnál aláírás gyűjtés, hogy nem kellett annyi helyen gyűjteni. De figyelj, minden egyes lépcső fog egy felező, meg egy negyedelő buli. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy nyilvánvalóan sokkal több hiány ennél a bolondnak. Igen, ez így exponenciálisan csökken, a BKV egy meg így növekszik. Tehát ez a fordított arányoknak a világa. Ahhoz képest, hogy állítólag nem voltak elég szervezettek, én folyamatosan azt láttam a metró aluljáróban, amikor mentem közlekedni, hogy mind a hat pártnak hat standdal, hat aktivistával kint voltak, és tényleg olyan hangulata volt az egésznek, mint amikor ugyanazt a szottya tévépaprikát olyan próbálja hat öreg asszony eladni a piacon. Jó, de a Jámbor lefényképezte, hogy nem így van. Ők hatan alá is írták az ívet, akik gyűjtötték. Tehát Jámbor lefényképezte, hogy nem így van. Mi megláttuk. Ja igen, tömegek állnak sorba, és akkor nem emlékszel, amikor mentünk innen el, és akkor pont ott este mellett elhajtottunk? Igen, Móricon. A Móricon néztük a benzinnel fűtött meleg autóból, ezek kint fagynak össze. Minusz 12 fokban, minden idők legforróbb januárjában, ott álltak ketten a stand mögött. Tehát előtte senki nem állt. Maximum néni ott elment előtte cekkerrel, akkor ő volt előtte. Nekem már lehetne ebben a jámborfotózásban egy ilyen divatot csinálni. Tehát bárhol a tömeg vagy, akkor oda, miért csinálsz a selfie-t, hogy rám voltak kíváncsiak. Hát ezt majd a művész úr. A tükörrel. Aláírták, hogy én. Visz egy tükröt, amiben ő van, és betotózza a szelfibe, hogy ő van kétszer önmagát, plusz a tömeget. Az egy nagy mutatvány lesz majd, tehát ott a középpontos tükrözés, ott nagy. A Jámbornak ez a hatalmas tömege a Blahán, amit ő lefényképezett. Igen, mert én erre kötném rá arra a Jámbort. A gonosz hont ezt lebuktatta, de most ezt hagyjuk. Szóval ez a hatalmas tömeg után... ez a hont, ez rendesen izé. Jámbor ilyen büszkén átott a kis mappákkal, hogy összegyűjtöttek 18 ezer aláírást, amiként 9 ezeret jelent. Tehát ezt így tisztázzuk most. 9 ezeret? Az összes puzsérista és noárista aláírta, az összes Kazinci streetes. Tehát az egész körzetből, ami ugye Ferencváros és Józsefváros nagy része, abból tud összekaparni 9 ezer embert. Várjál, de a Blahán, tehát a Blaha, tehát a világ egyik, világhülye vagyok, tehát Budapest egyik legforgalmasabb aluljárójában. Jó, mondod, a világ. Hát. Másfél hónap alatt sikerült 9000 aláírás összegyűjteni, hát az, hogy is mondjam, tehát akkor megint egy olyan dolog, nem csak a Blahán, az egész körzetben. Ahol nem tudom kimutatni a teljesítményt, így a meritokrácia egyében. Tehát akkor ezek szerint már aktivistának is szal ez a csámpás Jámbor. De én azt imádtam egyébként, hogy most előadják magad az arca, hogy hát ők ennyit akartak gyűjteni, nincsenek kicsúszva az időből, megvan elég aláírás, kúrvajok vagyunk, minden nagyon faszom, hogy csak a Fidesz oldalatán múlik meg Áderen, hogy a bajszosztori oldalatán múlik, hogy meglegyen. Őket. Igen, most már nagyon magabiztosak, de előtte ugye, amikor így elkezdték őket körbeöhölni január 14-én, hogy így ez nem lesz meg 15-ére, bocs. És utána egy hétig ezek így megállás nélkül könyörögtek Facebook videóban naponta. A Tordai Bence naponta lakott ki videót, hogy léci, gyertek már aláírni, mert kurva nagy baj van, és így gyertek, amíg még van stand. Tehát így konkrétan könyörgőre fogták a dolgot, nagyon megalázó volt. De ez abból gyertek a Blahára, mert Orbán nem mer idejönni, ezt láttátok a Jámbortól? Nagyon izét beraktam, hogy Jámbor nem mer idejönni, és akkor doktor miniszterelnök úr épp ötömösbe vágott disznót, ugye. De nem keresték, hogy hol a Jámbor, tehát nem volt az, hogy... Igen, az Orbán nem tette ki, hogy gyere ide Jámbor, hogyha van vér a pucádban. Igen, tehát valahogy így nem ő kereste a másikat, és ugye ez volt ugye pont a múlt heti adásunk közben volt a kormányinfó, vagy felvételünk közben, és akkor ott ugye ismerkedtek egy új állat a belpehők. A Kazinci Street-i bandák megismertek egy új állatot. Ugye kérdezte a... Nehogy átmenjünk ilyen látens zsidózásba, mert megint cikkeket hát írnak. Hát de ne, szóval te gólyozol. Nagyon nehezen. Most nem most zsidózott. Eddig gólyoztatok. Eddig gólyoztál, most meg zsidózol. De a zsidók is tudják, mi az a disznó. A helyzet az a Polecsek nagymamával? Tehát a zsidók is tudják, mi az, hogy disznó, nem? Tehát általában. Én nem nagyon láttam még olyan zsidót, aki ne tudná. Hát ez nem ismerte fel ez az jó ember, tehát akkor mégsem zsidózunk, hanem újságírózunk. Nem szeret horgászni. Igen. És akkor kérdezte, hogy ez miféle állat ez a házi sertés. Ugye akkor a Gergely mondta neki, hogy hát sertéshús. Igen.
pultnak egy jelentős részén az van, hogy bemegy a boltba. Arra emlékszem a jelenetre, főleg a Gulyás Gergő arcára kívül mély döbbenetem. Gondolta, hogy ezt... De egyébként a Gigi nagyon kedves volt, tehát hogy így visszaegyengette az aszfaltra, hogy ne szédüljön. Így megtörölte így egy állat a szájáról, hogy ne folyjon le, és akkor két nap múlva a doktor miniszterelnök úr az nem csak megmondta, hogy milyen állat ez, hanem meg is mutatta. Tehát így fogta, és így hogy... Megmutatta, hogy öli meg. Így megfordította, és akkor ott mutatta nekik. Tehát ez interaktív kormányinfo, hogy ott a cuca. Meg lehet nézni, hogy ez milyen állat. Kóstolót nem kapnak. Ez kb. Ilyen kérdés volt, hogy mikor jön egy határozat, hogy nem tudom, a Rottweilre csak pórázó lehet sétáltatni, mert egy veszélyes harci állat, és akkor a HVG is megkérdezni, hogy a Rottweilerről mit kell tudni. Igen. Hát egyébként egész jó mémgyárak lettek belőle. Be is tesszük. Akkor az enyémet is. Tiédet is. A házi sert is, vajon mi? Ja. Szóval igen, na mindegy, hát... Szép lassan megismerik itt az állatvilágot majd. Egyelőre csak a társadalom tudományi szakokat végeztek el. Rendkívül módon szórakoztat, hogy a Hont András lassan jobban gyűlölik a haladó táborba, mint amennyire minket. Hát sokkal jobban. Szerintem ő tudja, mi az a házi sertés. Tehát ez a rendszeresen megszokhatok, hogy mit pofázol, hány aláírás gyűjtöttél meg. Ilyeneket. Miért hányat, igen. Tehát biztos rossz indulatú vagyok, vagy tényleg ez a kisszerűség ne tovább, de én meg oda megyek a falára, hogy ezeket olvasgassam, és csak mulassak. Nagyon szórakoztató. Én betettetek egyet, hogy Márki-Zay annyira ostoba, hogy sajtós szájkosarat kellett tenni a DK-nak, de igazából ezzel meg vagyunk, igen. Meg ez egy állandó hír, tehát ez nem csak most a héten. Nem csak az azért jöttem be, mert pont múlt héten a adásunk után jött ez a vasárnapi mindenki által árgus szemekkel várt Márki-Zay online élőzés, ahol először nem egyedül csináltam, mert nem engedték most. De a Márki-Zay az a hogy olyan, mint ez az omikronos maszkordás, hogy dupla maszkot, hogy Péter és Simon András is megkaptunk. Ennek csak elkapta a kurva. Igen, csak elkapta. Igen, mégis terjed a hülyeség. Mégis terjed, igen. Na, akkor, hogyha már disznóknál tartunk, óvakodj a disznótenyésztőktől. Beszélgessetek a sertésekről. Igen, kaptunk mindenféle olvasói visszajelzéseket. Na. Ugyanattól az embertől kaptam több fronton is ezt a dolgot. És ja, mert nem tudtam, hogy miért emelkedik a sertés húsára. Igen, és akkor azt te is olvastad, ugye megkaptad te is. Hát ott arról volt szó, hogy a sertés tápszer, hát nem tápszer, hanem a sertés ellátmány, takarmány ára ment föl nagyon. És ennek az egyik oka, hogy külföldről drágábban jön be. A másik oka, hogy Magyarországon a búzán kívül minden másból szar termés volt tavaly. Ugye egyrészt a sertéstápnak jelentős része a szója, ami külföldről jön. Na most itt már is megadtam, hogy mi a fasz értetik a sertéseket szójával. Hát egy gyorsan nő tőle, mert tele van fehérjével, hát, gondolom. Akkor mindjárt átérünk innen a másik témára, hogy mi megoldási javaslatunk. Tehát miért eszik a sertés szóját? Már a kukorica is igazából határeset, mert kukorica az, mert nagy részt, vagy jelentős része cukor. Azért tömik fel az állatokat szintén, hogy nőjenek gyorsan. De azért nem a kukorica a tipikus sertés tápanyag. Vagy ellátmány, sertéstakarmány. Ez a lényeg az, hogy egyrészt külföldről hozzák be a sertéstakarmányt, ami drágul, másrészt még Pest megyében is durva aszály volt tavaly. Tehát én azon gondolkodtam, hogy itt majd jönnek ezek a apokaliptikus jövőképek megvalósulnak, hogy itt kitörnek majd háborúk a élelemért meg a vízért, és akkor majd el fog jönni az, hogy Magyarország rátan egy olyan országra, amelynek van vize. Mert nekünk nem lesz, hogy annyira elbasszuk a vízgazdálkodásunkat. Tehát Magyarországról egyébként mindenhol folyók folytak eredetileg, gyakorlatilag. Ott nekünk így nem marad vízünk. És így aszályosodik az ország. Ez egyébként bravo, akinek ez így a lelkén szárad, kurva okosak vagytok. Hát tudjuk kinek, de most akkor ezért tüntessük el a szobraikat, meg a emléktáblákat? Hát azt nem opetlenül, csak így esetleg csináljuk vissza. Hát, jó, mi lenne, ha a Duna meg a Tisza nem betonteknőbe folyna? Minél gyorsabban lesz Szerbiában, nem így jutna a vízből, mondjuk így saját magunknak is, hogy ne legyen Pest megyébe aszály. Persze, de ez régi nyavajgásuk, tehát mióta ismerjük egymást, ezen nyafogunk, hogy miért nem lehet ezeket a víztározó rendszereket visszaépíteni a helyére. A de ez csak a leszabályozott, leszáguldó folyamat. Csak folyam most már oda jutottunk, hogy a szar vízgazdálkodásunk miatt konkrétan rossz a termés Magyarországon több dologból. Tehát most már meg szaríza van a disznóhús. Szaríza van a disznóhúsnak, és rohadt drága. Tehát most már a végfelhasználó, aki megveszi a boltba a hatóságáros disznócombot, vagy a nem hatóságáros disznókarajt, az érzi a pénztárcán, hogy azért ilyen drága a disznóhús, mert a magyar vízgazdálkodás egy elbaszott szarrendszer. Tehát most már jutott a végfelhasználóig a magyar vízgazdálkodásnak az eredménye.
Úgyhogy köszönjük, kurva jó, ügyesek vagytok. Ja. De valami videót is betettél egyébként. Ja, azok csak különben, azok különben döbbenetes. Vicces, de láthatjuk egyébként. Azt majd a következő része lesz, mikor a disznóhús minőségéről. Igen, tehát döbbenetes, hogy milyen különbség van mondjuk egy tanyáról megvásárolta, hogy néha kiviszik, nem tudom, makkoltatni, meg teljesen illegális módon moslékkal is etetik a disznókat, és annak a disznónak a húsát megkóstolod, és akkor a boltban vásárolt szójával, meg kukoricával felzabáltatott hízómalacnak a húsát megkóstolod. Tehát ég és föld a különbség. Mert utommal a magyar boltokban nem igazán magyar disznóhúst veszel. Hát sok esetben. Hát igen, de az EU ez már évekkel ezelőtt, ezért már 10 évvel ezelőtt ezen hisztizett, nem, hogy nem szabad moslékkal etetni a disznót. Igen, ez be van tiltva a sertéspestis miatt, bár a sertéspestis álltok már többé-kevésbé elmúlt, meg ha meg is jelenik, az sem a moslékkal való etetés miatt van. Ez valami olyasmi, hogy azért, mert hogy úgy terjedt szerintük a sertéspest is, hogy a moslékban disznóhús is előfordulhat, és akkor a disznóval feleteted a saját fajtásait, akkor ez is az kanibalizmus, másrészt morálisan elfogadhatatlan, harmadrészt ezért terjed a sertéspest is, pedig ugye a moslék az olyan, tehát a sertéspest is az olyan, hogyha megfőzöd a vizét, akkor tudtam, hogy megszűnik benne. Hogy kell a moslékban disznóhús? Én sem értem ezt, mert én még nem láttam olyan moslékot. Ugye én városi gyerek vagyok, de még nem láttam olyan moslékot, amely disznóval. Én sem vagyok teljesen képben, de... Én már láttam nem egyszer disznóvetetést, moslékkal táplálás, de így sose volt benne, nem lógott bele egy csülök vagy valami ilyesmi. Abszolút, abszolút fogalmatlan vagyok a témában. Ez bűszerbe született, tehát szerintem ezen valami muci szültek egy kérdőjével. Abszolút fogalmatlan vagyok a témában, de úgy vagyok vele, hogy mivel Brüsszel találtak ki, ezért nyilvánvaló, hogy fasság. Igen, abszolút így. Abszolút de a dolognak az a másik oldala, hogy volt egy érdekes cikke, a 24 volt. Sokat nézték a blöfföt, nem lehet, hogy az volt a Brüsszel hát, probléma? Én abból raktam egy kis videót, ja, jó, az majd még lesznek szerintem. Szóval volt egy érdekes cikke, a 24.hu-n is a sertéshús árát járták körül, és ott olyan aggályok merültek föl, hogy a disznó tartásnak a költsége az igazából nagyon fölment, még a élő disznó fölvásárlási ára az így vagy stagnált, vagy inkább még le is ment, nem tudom hány évvel ezelőtthöz képest. És akkor azt mondják, hogy ugyanek közben, nem is tudom milyen nemzetközi dolgok miatt, vagy takarmányzási dolgok miatt, be lehet hozni több száz forinttal olcsóbb mondjuk a Spanyolországból a disznóhúst, élő disznóként Magyarországra. Igen, mert a spanyol... Tehát olcsóbb, mint a Magyarországon megtermelt disznóhús. De ez nem véletlen, mert Spanyolországban valószínűleg, ahol olcsóbban termelik, ott úgy tenyésztik az állatokat, hogy iparszerűen. Tehát, hogy van egy hatalmas nagy hombárhodá, és akkor ott van benne, nem tudom, ilyen 150 ezer disznó, amit gépek táplálnak, és nyilván így olcsóbban jön ki, mint a nálunk ez a TS maradékban, háztáiban. Magyarországon úgy működik, hogy ez ilyen kis gazdáknak kiosztott pár hektáros földön tartanak disznót, és akkor a vágó híd az kiszervezi a tartását. És akkor csodálkoznak, hogy ezzel a módszerrel nem tudnak versenyképes árat kialakítani a spanyol gépiesített állattartással szemben. Mert a vágó egy apró pénzre szúrja ki. És akkor erre lehet, hogy most akkor megint én szívtelen geci vagyok, de akkor hagyják abba a házi sertésnek a tenyésztését, és akkor vagy álljanak át egy minőségi termékre, mert csak egy példa, tehát akkor ott van a mangalica például. Hát a mangalica, amikor hoztál, amikor elmentünk ugye kirándulni a Börzsönybe, akkor a asszonykád által hozott egy mangalica kolbász, meg nem tudom, májkrém, meg ilyenek, az olyan kibaszott finom volt, hogyha nem lenne ekkora belem, leszoptam volna magamat. Na, vigyázzál, mert az lehet, hogy... Ja, most újabb harmadik filmust képzel, igen. Ez az Ambrózinak a noir produkciója. Képződik egy újabb harmadik filmus. És arra sem vagyunk kíváncsiak. És akkor ezzel szemben ott van az a boltokban, most már nem is olcsón kapható ipari sertés, amit meg nem vagyok hajlandó elfogyasztani, mert konkrétan rossz. Kétféleképpen érdemes manapság disznót, házi sertést, hogy mindenki értse tenyészteni. Egyrészt ipari módszerekkel, hogy a Csányi meg a Mészáros Lőrinc csinálja, hogy ebbe a kurva hodályba etetik a gépek, csak egy gépkezelő ember van ott nagyjából, aki az egészet intézi. A másik, hogy ilyen háztáji körülmények között, kézzel dolgozva, rohadt magas minőségű disznóhúst. De akkor ne össze. Is házi sertést tartsanak, hanem valami másfajtát. Lehet amúgy a házit is úgy tartani, hogy abból jó minőségű hús jön ki, nincs az a probléma. Ja, makkoltatni kell például. Tehát egyrészt... Ha nem szójával kell tetni, hát nem biztos. Szójával, az biztos. Még kukoricával csacsa, de szójával semmiképpen. Tehát egyrészt ez nagyjából kézi munka, tehát háztáji módszerekkel kell csinálni, de akkor lesz rohadt minőségű, rohadt magas minőségű disznóhús belőle, amire egyébként tuti, hogy lesz vevő. Mivel Magyarországon a
bár ma is elhangzott egyébként. Tájforra nincs pénz, de ma is elhangzott, ma is elhangzott a Márki Zajnak a leveléből, hogy Magyarország lakosságának a többsége egyre rosszabbul él, amelyiket úgy fassága, hogy van, mert ugye a szegények száma, az például lefeleződött az elmúlt, a harmadára csökkent, tehát még szóval annyit tudunk az ország társadalom szerkezetéről, hogy kevés Bihari Ádámért, sok nem Bihari Ádám mellett, tehát nem iPhone-ra költenek a sokan, hanem disznóhúsra. Hát mint az a zseniális muciológus megmondta, hogy akik viszont a szegények, a szegénység az pont ugyanúgy néz ki, mint régebben. Igen. Tehát képzeld el, hogy szegénynek az számít, aki nincs talán. Igen. Pedig a muciológus úr szerint az lett volna logikus, hogy a szegénységnek a definíciója megváltozik, tehát hogyha a szegények kitörnek a szegénységből, és lesz már házuk, nagy autójuk, bankbetétjük, elmennek nyaralni, gépiesítve van a lakásuk, tehát elégedettek az életükkel, de azért nevezzük őket továbbra is szegénynek, hogy a muciológus sor foglalkoztasson velük. Igen, akkor a muciológus szegény, nem lesz munkája. Hogy hívják, Bas András talán? Nem tudom, de a fej alapján már olyan volt, mint a komáromi, tehát egy úristen. Interjú volt vele valamelyik balli blabba, és ő mondta el, hogy a szegénység terén az elmúlt 12 évben, mintha semmi nem változott volna. Tehát aki szegény, az továbbra is úgy él, mint a szegények, ez egészen megdöbbentő. Tehát képzeld, tehát mondjuk ha nem iszom vizet, akkor a szombiság természetrajza semmit nem változott az elmúlt 12 évben. Körülbelül. És ez a rohadék Orbán kormány, ez a, egyébként ugye a baloldal által folyton emlegetett 4 millió szegényt, ami amúgy tényleg meg volt, ők hagyták ránk 2010-ben, még mindig azt hiszik, hogy az van, hogy azt emlegetik, tehát az egyébként tényleg a valósághoz közel állt, mert ilyen 3,5-4 millió szegény volt Magyarországon, most meg van ilyen másfél 1,7 millió körüli, aki a szegénységi küszöb alatt. Lefeleződött, mint az aláírók. Körülbelül. Tehát igen, a szegénység az ami volt, csak itt sokkal kevesebb embert érint. Tehát Magyarországon egyébként elég komoly tömegeknek, milliónak megvan a pénzük arra, hogy jó minőségű elemiszert megvegyék. Jó minőségű iPhone-t vásároljanak. Az még a disznóhúsnál is fontosabb. Úgyhogy egyébként azt fölismerhetnék szerintem, most lehet, hogy megint fogunk kapni itt a disznótenyésztőktől, óvak, hogy a disznótenyésztőktől, hogy megint cinikus gecik vagyunk, de akár föl is ismerhetnék, hogy Magyarországon most már van kereslet a minőségi élelmiszerre, lassan akár ki is lehetne szolgálni, ahelyett, hogy a nagyüzemi tartást csinálják egyébként szarul és hatékonytalanul az európai nyugati módszerekhez képest tök elavultam. Úgyhogy... Na most aztán... Lassan váltani kéne. Na most váltsunk avokádóra. De még akkor a blöfföt most tegyük be. Jó, ide betesszük akkor. Mind a kettőt? A kubot azt nézzük meg, az vicces. Jó. Várjál. Mindjárt megyünk tovább. Most jön a leghatásosabb eljárás. Megetetjük a disznókkal. Hoppá! Na, hello, Röfik! Vajon mit evett a disznó? Na, igazából, ez a szegénység narratíva kapcsán eszembe jutott, hogy ugye, amit be is toltam, hogy szintén a 24.hu-n jelent meg, és úgy osztogatják a Tordai Bencétől kezdve, tudod, az összes Ctrl-C, Ctrl-V-vel Facebookozó politikus azt a cikket, hogy hát Magyarországon Bulgária után a legalacsonyabb a fogyasztás, következtetés, mi vagyunk után, Bulgária után a legcsóróbb nemzet, mi élünk a legszarabbul. És aha, akkor, hogyha az ember megnézi, hogy mi a fogyasztásnak így statisztikai de alapon, ezek mucik. A definíció, akkor az, hogy az ember konkrétan amiket megvásárol, az mennyibe kerül összegszerűen. És ebből levonhatjuk azt a következtetést, ja, meg hitelt már Románia is megelőzött minket fogyasztásban. Hogy akkor, jó nekik! Hogy Magyarországon, eltekintve attól, hogy idén urvára megugrott az infláció, még mindig a legolcsóbb országnak számítunk, mert nem kerülnek annyiba se az élelmiszer, se a lakásunk fenntartása, mint nyugaton. Meg már most már Románia is ugye ebben lehagyott minket, hogy az élelmiszer árak, azok körülbelül egyformák, tehát volt erről szinte másik, a G7-nek volt egy ilyen összehasonlítása, hogy megnézték a két országnak a Lidl-ét, hogy nevezik ezeket a reprezentáns élelmiszerek, mennyibe kerülnek, és akkor kijött az, hogy Magyarországon egy halványan olcsóban. Csirkefarhát meg ilyenek. Magyarország kicsi, némileg, tehát minimálisan olcsó, mint Románia, viszont nálunk egy csomó mindenem magasabb az áfatartalom. Ugye nálunk van 27%-os, és ami nem alapvető élelmiszer, hanem mit tudom én, WC-papír vagy toaletteszköz, az drágább, vagy iPhone, mint Romániában, de körülbelül így adóval, meg mindennel együtt összességében ugyanannyiba kerül az élelmiszer, de mégis azért magasabb a román fogyasztás, mert náluk iszonyúan elszabadultak az energiaárak, mert hogy az ortodox pópák képtelenek arra, hogy elűzzék a rezsidémon. Tehát hiába lombálják ezt a hülye füstölőjüket, meg meg a halott lábakat. Igen, járvány alatt csókoltatják a kanalat. Láttam a videót, hogy egy kurva egy dézsa, abba áztatják... Azt hiszem, hogy ez vicc volt. Nem, abba áztatják a üszkös lábfejet, abba a dézsába, és akkor abból adják kanállal a szentelt vizet. Vagy nem tudom, az szentelt víz lehet, nem? Nem értek az ortodoxiához. Nem. Most megrémültem. De tényleg ott egy ilyen üszkös lábat lóbálnak.
Ja, na. És nem gumiláb, hanem az tényleg egy valami igazi. Nem szeretném és különben, hogyha megnézel egy másik statisztikát, hogy melyik országban mekkora a fogyasztás, akkor az a statisztika, tehát mondjuk 0-tól 100-ig vannak ezek a hasábok, és mondjuk felfele egyre szűkül, és be vannak az országok így írva, akkor itt tökéletesen kijön az, hogy melyik országban régi szocialista szóval élve, milyen az árszínvonal. Tehát legtöbbet Luxemburgba fogyasztanak. Igen, azért, mert ott egy kiló kenyér 6200 forint. És egészen eljutunk Bulgáriáig. Tehát mit tudom én, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovékia, Lengyelország, Csehország, és így megyünk föl egészen Luxemburgig. És ebből kihozni azt, hogy nagy a szegénység Magyarországon, hogy is mondjam, az egy akkora módszertani hamisítás, hogy... Muci. Muci. Jó, hát igen, most megkaptuk egyébként a Szabó Tévától és a Kossuth téren ma reggel, hogy itt a propaganda sajtó az mekkorákat hazudozik mindig össze-vissza. Hát mondjuk Szabó Tímánál nehezebb nagyobbakat hazudozni. Hát igen, például azt mondja, hogy nem kém. És azt mondja, hogy Kabult még tartja. Nem, hát az a legutóbbi hazugság, hogy kitalálta, hogy a Völnernek a Völner per iratalja, még a nénynénynények ugye rögtön kiadtak úgy a jogállamiság, mint a nem tudom, ilyen átlátható bírósági működés jegyében. Abban szerepel egy R monogramú ember, akinek 8 általános végzettség van, erről beszélnek, orosz meg német tolmácsként dolgozik, és amúgy egy rendkívül primitív ember, de neki mindig le kell adni a megfelelő jattot. És akkor a Szabó Tímerből megfejtette, hogy az R, akkor az Rogán Antal lehet. Hiszen 8 általános végzett. 8 általános végzett, és nem miniszterként dolgozik, hanem német meg orosz tolmácsként. És rögtön hatalmas nagy feljelentéseket tett, meg szorgalmazta, hogy azonnal alakulja a vizsgáló bizottság, hogy a Rogán ügyet akkor a végére járjanak. És akkor ő vádol bárki hazudozással. Csak mi lesz a következő hülyeséggel vádol meg valakit? Jó, most csapongunk, így elkanyarodtunk ettől. Most amit akartam mondani. Szegénységről beszélni. Tehát az, hogy ennek a fogyasztói kosárnak egyébként láttam erről régebben százalékokat, de egy nagyon komoly része az energia egyébként. Tehát ilyen sok 10%-a úgy tudom, ahogyan ezt figyelembe veszik. Hát a belegondolsz, hogy súlyozzák, ennek sok 10%-a az energia ár. Tehát valójában a románok azért fogyasztanak többet, mert van akkor a mázliuk, hogy az energiát sokkal drágában vehetik. Hát óriási szerencséjük van tényleg, úgy szeretnék Romániába élni. Igen, tehát általában úgy van, hogy mondjuk egy ember magáról gondoskodik, akkor nem tudom, élelmiszerre költ egy 50-est, sörre 50-est, cigire egy 50-est, energiára egy 50-est. Tehát így viszkire 30-ast. Most az Ambrózinál ez kicsit megfordul, az arányok torzulnak, de a románoknál is, csak máshol. A románok energiára költenek annyit, amennyit te sörre, meg cigire. Ugyanarról beszélünk, energiára megy az is. És most látom, hogy kihattunk egy gondolatot a disznó témából. Az egy Olaszországban élő ismerőstől hallottam, hogy húzamosabban ott él. Egyébként azt mondja, hogy kerüli a buzifürdőket. Uh-huh. Hát ilyen dolog. Hát mert Orbán lefektet a hideg padlóra. Üdít az meg. Nem jár a Vatikánba? Judit miniszter az ott megrépázná ott őt, tehát ott maradna egy életre. Tehát, és ő mondja, hogy Olaszországban egyszerű közértekben, meg áruházakban olyan minőségű élelmiszert kap, ami nyilván egyébként olaszországi helyi termelési élelmiszer, ami olyan vagy jobb, mint a magyarországi termelői piacon kapott élelmiszert. De ugye hát eleve olasz konyha arról szól, hogy van benne, egy ételben van 3-4 alapanyag, csak az mind rohadtul minőségű, ezért a végén finom étel lesz. Olaszországban nem volt kommunizmus, ahol 40 év alatt tönkrebaszták a kibaszott ételt. Hogy talán Magyarországon nem az kéne... Meg nemzeti szocializmus sem volt Olaszországban, egészen érthetetlen, hogy miért. Talán nem volt senki pusztán. Tehát Magyarországon végén nem a Venezuelát kéne a Venezuela filmet kéne kiadni 6-szorra is. Amiben bravúrosan összeírják, hogy csinál jó ételt, dekára kimért alapanyagokkal. Igen, valamire szívesen rendeznék könyvéget, és ez a Venesz József féle szakácskönyv. Tehát, hogyha valaki azt szerint főz, akkor eljuthat sose jön rá, hogy a csillagán is például az nem arra való, hogy valami szar süteményt csináljunk cukrozottan, hanem levesek ízesítésére. És ezzel nem azt mondjuk, hogy az alföldi konyha egyébként szar, hanem egyrészt azt mondjuk, hogy a magyar konyha az nem egyenlő alföldi konyhával, tehát hogy újjás pörkölt. A Venesz szakáskönyvnek annyi köze van a magyar konyhához, mint az operetnek a magyar népzenéhez. Igen. Tehát megpróbál olyan lenni, de nem sikerül, és tudjuk, hogy csak egy példa, kikálnak. A Venesz könyv eladja az alföldi... Van forrásunk rá, hogy kikálnak mögötte, hadd mondjam. A Venesz könyv eladja az alföldi konyhát, igen, magyar konyhának szarul. Igen, tehát a Venesz könyv olyan, mint hogy a magyar konyhát németek képzelnék el, nem olyan. Tehát majd biztos nem fognak a Venesz hívők hülyézni a kommentben, de mondjuk egy jó leves, akkor az alapfűszerek mellett bedob az ember, mint egy kicsi szegfűborsot,
halvány kis mennyiségű fahéj, csillagánis, ánis, mert meg sokkal finomabb lesz, mint az a szemét, amit a Venice könyvből. Nekem van otthon, vagy van otthon nekünk ilyen kis füzet, aprólékleveskét elkészítenek. Ilyen főző füzetsorozat. Kommunista időszakból nyilván Venice kultúra hatása alatt van egy ilyen kis fűszerfüzet. És ilyenek van ebben, hogy bazsalikom, kakukkfű, tárkom, meg ilyen gyilkos dolgok. És mindegyik, tehát ugye a zöld fűszert az így marokkal kezd szúrni, legyen neki íze az ételben. Az nem ilyen csipet, nem. Ilyen csipet, bocs, meg ilyesmi. Mérő létszer kimérte a... Mérő létszer, oda van írva mondjuk a bazsalikomra, hogy a bazsalikomot nem tudom milyen ételbe szokás rakni, és nagyon vigyázzunk vele, nagyon kicsit adjunk bele, mert még íze is lehet az ételnek. Megváltoztatja az étel ízét. A fűszer bazsalik. Igen, das ist veszélyes. Megváltozik az íze, lesz íze. Gondolom, a legnagyobb gondolom ilyen lestján, meg ilyenek, azok erősen fordultak. A hát említettem, hogy hallottak már ilyen fűszerről. Csillagán is, az nem szerint. Az nem valószínű. Na úgyhogy a Venice könyv újrakiadása helyett egyrészt főzzünk normális pacalpörkölteket, másrészt meg így esetleg kezdjük el azt mondani Magyarországon, akár jóval kevesebb, de minőségi élelmiszer termeljünk. Hát mert egyébként lesz rá kereslet, mert van az embereknek pénzük alapvetően. Meg tiltsák be a vegetát mondjuk, tehát érted? Na hát hogy csináljon az ember. Amúgy a vegeta se fasság, hogy nincsen ízfokozó. Hülyeség, igen, tehát van ízfokozó nélküli vegeta, ami zöldség aprólék, az van nincsen baj. Szárított zöldségek. Az magában az ember van. Igen. De az ízfokozó nélkül is működik. Csak hát kicsit több kell belőle, meg jobb minőségű zöldség. És akkor rögtön a termelők, meg az állattenyésztők is meg fognak élni, hogyha mangalicát csinál, tenyésztenek is. Elmész egy boltba, és mondjuk akarsz venni minőségi sonkát, mert ezt a gépsonka nevezetű dolgot, ezt egy a Jakab Péter. A gépsonkát vajon kitalálta ki? Hadd kérdezzek. Kitalálta ki, hogy van a sonka az ilyen kocka. Kocka sonka, 1500 tonnás, és akkor minél több, annál finomabb. Masinensinken? Láttunk már sonkát? A sonka az egy ilyen már egész sötétbe hajló megérlelt izé, amit Olaszországban meg jobb helyeken csinálnak, ugye? Itt már sajnos kevésbé ilyen van. Nekünk az alai barátaink szoktam. Tudod, mi a baj, napon kell érlelni. Csak hát sajnos bemész egy magyar boltba, akkor nem ez a sonka, hanem nem az a gépi szar. Na ezt add el Olaszországba, adjál öddek a gépsonkát egy olasz. Viszont rendes sonkát akarsz venni, ami amellett, hogy kurva drága tényleg, de hogy mit van, ott van rajta mindegyik csomagolásán, egyiken a kurva nagy spanyol zászló, a másikon meg a kurva nagy olasz zászló. Miért nincs magyar minőségi sonka? Illetve van, elmész egyekre, és akkor a termelő fickótól veszed a bolt, akik nem jut el. De miért nincsenek ilyen kiterjedt házat, hogy boltokat is ellepje? Igen, pedig a csávó, aki a hobbistában is volt a vendég, hát olyan sonkát hozott, hogy igen. Még visszagondolok rá, még mindig izé. Hát de az sonka, tehát... Amit... Leszopod magad! Tehát... Ezt akartad mondani. Megkényezzem magamat. Hát a sonka néven eladott gépi, nem tudom, micsoda kockába erőltetett gyorspácolt szar, az meg nem sonka, tehát ezt nem értem, hogy... Akkor az így hogy? Tehát miért írják rá, vagy miért írhatják rá? Azt tudom, hogy miért írják, hogy becsapjanak, de hogy így... És ott is elmondta, hogy az úgy készül az a sonka, hogy egyrészt ugye az állatot úgy tartják, hogy az megfelelő, a megfelelő tápanyagot adnak neki, tehát nem kukoricát, meg szóját, és utána akkor a vágás után felakasztják, ahogy kell, beborítják sóval, és utána nem tudom én, két havonta még tokai asszúval is meglocsolja. Hát micsoda meglepetés, hogy abból lesz a jó hús, mikor az állatot jó dologgal etetik, utána normálisan levágják, és normálisan kezelik a húst, hozzáértően érlelik meg ilyesmi. És meglepetés, hogy a fickó meg is él ebből, mert hogy kurva drágán el tudja adni a terméket. És van rá vevője? Őrület. Ez pont olyan, hogy a jó pálinka abból lesz, ha jó minőségű gyümölcsöt, jól cefrézik le és jól főzik ki. Kihitte volna ezt a jó pálinkához. Azt, hogyha belekúrom a kert végében rohadó gyümölcsöt, meg egy ízét traktorgumit is. Meg még 5 kiló cukrot, hogy ne induljon. És nem tudom eladni, az meg O1G, mi azt, hogy nem tudom eladni? Azonnal támogassa engem az állam. Meg az Európai Unió. Ebben az országban nem lehet megélni a párolt traktorgumiból. Kurva élet. Akkor elmondott szépen egy videóban, hogy hogy rosszul érzed magad, ingerült vagy feszült. És megkérdik el. Az egyetlen hitvány termék, amit fogyasztok, az a jég. Azt én hát az annyira azt nem értem, hogy megy le a torkodon. Fúj, bazd meg. Na jó van, de hogyha már szegénységnél tartunk, hódos hajnalkának nem fussa avokádóra. Hát egyébként amikor én megvettem az iPhone-t, én is egy hónapig utána nem ettem avokádót, úgyhogy átérzem a problémáját. Postot olvastátok? Persze. Egy csodálatos modorparádé. Hát ő a színészek közé a szomszédok zenére beúszott. Én nem olvastam, mi a lényeg, tehát szegény. Ő egyébként egy középosztálybeli illető. Nem, ez vagy kicsit felsőbeli. Tehát egyébként a Péter Annának volt a sztártársa a Malackaraj blogon. Aha. Tehát egy Index produkció. És a posztban is leírja, hogy egyébként ilyen kb. Középosztálybeli család, tehát van egy tehermentes lakásuk, vagy házuk. Tehermentes lakás,
Bazzeg már is nem jellemző. Már felső középosztály. De jó, egy gép. Van kettő autójuk, igen. De az avokádó ára az meg egyébként fölment 370-600, nem tudom, annyi forint. Az egekbe. Ja, és akkor kezdik el sajnálni. De egyébként ez meg annyi, hogy avokádót, amióta én járok Magyarországon vásárolni az utóbbi akárhány évben, találni avokádót 360 forintért is, meg egyébként 690-ért is, attól függ, hogy hol veszed, mikor veszed, zöld vagy barna, milyen kiszerelés veszed, ezeken múlik. És miért veszed? Hevele feleségem szereti. Amikor a Laura azt mondta, hogy nem pörkölt főzés lesz zebegényben, hanem majd csinál avokádó krémet, én azt hittem, hogy viccel. Én avokádó nem rossz kísérő dolog így húsok mellé. Nem vagyok hajlandó megkóstolni se. Finom amúgy. Nem rossz, nem az rossz. Az olyan, mint a füge baszki, az meg azért nem eszem, mert olyan formája van, mint a herének. Én nem eszem olyan dolgokat, ami a péniszre emlékeztetett. Te nem vagy belpesti művész. Nem vagyunk Rómában? Római török fürdőben. Banácsa szeretem. Banán meg két függ, az egy tök most menü, nem? Legyen még egy utolsó szó arról, aki szereti a banánt. Gyorsan. Mire gondolsz? A papotokra. Ja! Az gyorsan még berány. Ja, igen, mert a többit azt hagyjuk. A németek euróbulia. Hát az már hagyjuk, a jó, németeket kitárgyaltuk. Jó, mindegy. Nem, az egy kis hír, majd még Szlovákiáról ejtsük egy kis szót, az csak egy perc lesz. De menjünk a papra. Jó, oké, tehát ez a hodászatja? Hodászatja nem tudja, hogy létezik LMBTQ lobby. Ja, tehát tegnap is volt erről szó ugye a hobbistával, de tehát az olyan, mint hogy ugye ő volt a 3 éve az a nevezetes buzi gyógyász műsorban, amivel nagy volt rá. Gyógyította a buzikat. Igen, meggyógyította a buzikat. Az így varázsolok, és nem lesz igen, nem, arról beszéltek, hogy létezik-e ilyen, vagy hogy lehet-e ilyen. Ha meggyőzéssel terjed, akkor lehet visszafelé is meggyőzni, nem? De nem meggyőzéssel terjed. Az a nem észre, csak Kanadában nem maradt már bebörtön. Kurva sokat nevettünk, hogy a trombival ketten ima lánccal próbálják gyógyítani a buzikat. Nem meggyőzéssel terjed, értsd már meg, genetikailag sok, még nem találtam meg a tudomány, de nagyon keresik. De azt megtaláltam, hogy meggyőzéssel terjed, csak azt nem ismerik el. De hagyjuk ezt most már. Hát megtalálta az ő tudományok, hogy meggyőzéssel terjed. Értjük, de mégsem, most már ne ejtsünk szót. Tehát így olyan a dolog, mint hogyha egy pap főszólalt volna a maffia ellen annó, és akkor, hogy a maffia csúnya dolog, ne engedjétek gyerekeitek a maffiába, mert a maffiózók gonoszak, meg nem tudom, hatalmaskodnak. Egyetlen létezik maffia, van rá forrása? Megjelent volna két hét múlva eltört karral, és akkor mondta, hogy hát igazából maffia nem is létezik. De aki maffiózó, az is alapvetően ne beszéljünk erről. Konkrétan azóta a buzi gyógyítós igen. Interjúja után másfél éve kanosszát jár a hát, nem létező a Donhoz, a nem létező Donhoz jár kanosszát. Ő ezt az egészet nem úgy gondolta, és a Don legyen szíves, ne törje a legyesével a minden apró csontját. És akkor most ennek betetőzéseként meg tudtuk tőle, hogy nincs is maffia. Hát szegény. Pont így. Na, hát úgyhogy szomorúak a sorsok, de hát vannak ilyenek. Meg itt a hobbistában is ilyenek. Az zászlaját, azt láttad, ugye? Igen, hát pont azt akartam mondani, hogy abban igaza van az Ádának egyébként, hogy tényleg a Google-n, ha beütött a szivárvány, meg LGBT akármi, tehát úgy kell keresni a hétszínű szivárványt, vagy bármilyen ábrázolást, mert azt tök nehezen dobja ki. Egyből dobja ki tömegével a 6 színű szivárvány zászlót. A B-szivárványt. A B-szivárványt, igen. Nem, úgy kell keresni, hogy a Csilla őslakos indiányainak a zászlója. Nem Csilla, hanem az van Inka zászló. Peru. Szerintem az Peru. Peru. Mm-hmm. És a hodászatja meg így kitartóan kikereste, vagy az, nem tudom, ő grafikál, vagy valaki más, de kitartóan kikeresett egy 7 színű szivárványt a nyitóképhez, és akkor azt húzta át. Hát azért a buzi zászlót nem merte áthúzni, csak az Istenét merte. Mégiscsak egy katolikus pap azért nem a buzikkal húz újat, hanem Istennel tenni. Nyilván nagyon-nagyon hihet a saját hitében, igen. Hát szomorú dolgok ezek, de majd talán bocsánatot nyer valakitől, akik nem ti vagytok. Mert tőletek nem fog, az biztos, de... Egy nagy Pázmány Pétert is akarsz a falra? Az milyen igaz, hogy lenne, igen. Ízetlen lenne, hagyjátok, ne csináljátok, igen. Igen. Ja, akkor a németeknek meg seggenbűzös lehelletet. Seggenbűzös terhét, azt írtam. Terhét. A klasszikus Pázmány Péter, ugye már... Föl szokott merülni az is, hogy azon kívül, hogy miért németezünk, hogy miért beszélünk ilyen csúnyán, tehát az úgy volt a levél végül, hogy protestánsoknak pedig a seggen bűzös terhét küldöm, az volt a... Lehet, nem elégszik meg. Többet akar nekik juttatni. Na de várj, akkor röviden megérte beállni a szlovákoknak a németek euróbuliába, jól ki lett ez számolva. Hát Szlovákiában olyan brutális infláció van, amilyen nem volt nekik. Igazából történt. Nem volt nekik?
Igen? Igen. Kiknek? Tehát nem volt nekik történelmi... Az elmúlt 28 évben? Nem volt nekik történelmi... Nem, hát számolod a nagy morva birodalmat. Nem volt nekik ilyen inflációk történelmi idők óta, utoljára 2004-ben. Ki is volt az utolsó csatlós? Magyar, a magyar? A, igen. Nem. Ja, igen. De ez egység euróbuli. De ez a... Megérte visszacsatlakozni, nem csak volt. Jó cikk volt. Mennyi lett a végeredménye a 2021-es inflációnak Magyarországon? Valami 8,5, igaz? 8 körül, 8 valamennyi, nem tudom pontosan. Igen, és akkor a MZP rögtön megmondta, hogy sosem volt még ez az ezer éves Magyarország történetében ilyen magas az infláció. Csak akkor és akkor itt az ember rögtön megkérdezi, hogy várja ezt a Surányi György, a tanácsadó, mondta, mert a Surányi György jegybank elnökség alatt volt egyszer 35%-os, meg egyszer 25%-os infláció. Jó, de Márki azt is mondja, hogy ezer éves történelmünk legkorruptabb kormányát készülnek levágni, leváltani. Uh-huh. Tehát ő ezt így bemérte. Hát a szlovákok ezt nem mondják. Végigböngésztem, ezt nem merik mondani azért. Hát ezer éves történelmünk leghülyébb ellenzéke próbálja leváltani a kormányt. Hát mert hogy a szlovákok elkezdik azt a mondatot, hogy ezer éves történelmünk, akkor ott megszakad. No, úgyhogy megint az van, hogy a szlovák, ez a szegény útkereső kamaszlányka. Ez ugye az első rendő alkalom, hogy rácsatlakozott az euróra, mert hogy így valahova tartozni kell ilyen kabaszlánként, még azért a hát az nagy világ egyedül még ilyen félelmetes lejt. De most már eldöntötte, és, hogy és rácsatlakoztak? Vagy diszkós. Az változik választásonként. De az, ezek a haladó ele... A BMW-be a kopasz surmó mellé, mert rájött, hogy a BMW az lehet, hogy a falnak megy. Ez a haladó oldal Magyarországon nem ugyaneztek, hogy mielőbb bevezetni az eurót? Milyen jó lett volna, nem? Hát azért is tettem be, de azért ez szintén fontos tapasztalat, hogy végre a szakértelem kormányozzon már. Az euróval is el tud szabadulni az infláció, és egyébként nem beszélve arról... Nem Wunderwaffe? Nem a német gázárak miatt? Az euró a másik fontos járulékos eleme, előbb beszéltünk az árszínvonalról, meg a kosarakról. Kiknek is az érdekük az euró Európában? A németeknek. Ne német ez az ár. Sikerült az inflációt meg a pénzromlást összekeverni úgy a muszlimológiát a tudományjegyében. Az átlagos uniós árszínvonalnak Magyarországa 66%-án, ha jól emlékszem, ami az egyik legalacsonyabb a környékünkön. A lengyelek vannak 60%-on. Lengyelország Magyarországnál is olcsóbb egy kicsit. Kételenítés disznó. Schwein! Schweinehund. Tehát Lengyelország 60, Magyarország 66, aztán egy ilyen jó nagy ugrás, Csehország az már 77-en van, de egyébként annyi eszük nekik is volt, hogy az eurót nem vezették be, pedig azért, ha valaki, akkor ők tényleg a németek segítségből lógnak ki. Idősebbek is, Szlovákia. De itt ők tényleg a németek segítségből lógnak ki ezer éve. Ők már tudják, hogy a németek már itt tartunk. Hát annak ellenére, hogy Szlovékiában. Igazából a csehek tudják, csak nem merik és nem teszik. Tehát annak ellenére, hogy Szlovékiában is euróval fizetnek az árszínvonal. 90%. Tehát Szlovákiában 90%-os áron kapják a például az élelmiszert az Európai Uniós árszínvonalhoz képest. Magyarán majdnem olyan drága, mint az Európai Unió. Meg ilyen 60%-ban vagyunk kb. 66. Lengyelek annak 60. Tehát nagyon komoly árszínvonal különbség van, és ezt a saját bőrömön érzékeltem, mikor behozták Szlovákiába az eurót 2007-ben, ha jól emlékszem. Egy-két éven belül úgy megugrott mindennek az ára, hogy konkrétan néztük a pénztárcánkat, hogy ez így rohadtul nem ennyi volt még két hónappal ezelőtt. Tehát úgy ment fel az ár hétről hétre, hónapról hónapra, hogy csak lestünk, hogy mi van. Mert behozták erre a 90%, tehát közel az európai árszínvonal környékére, nem most hozták fel oda, hanem fölhozták oda néhány éven belül az árszínvonalat. És ez eurónak volt köszönhető. Tehát a kedves magyar ellenzék be akarja hozni ide az eurót, az azzal járna, hogy 2-3 év alatt elérnénk az Európai Unió árszínvonalát, vagy azt megközelítenénk. Hát biztos kurva jó lenne. De azt mondta, piaci ára az áramér meg a gázér, azt mondta, európai ára az élelmiszer. Igen, tudod, hogy azt mondta, rá lehet szabadulni. Hát az élelmiszer valószínűleg nem lenne drágább, de az áram az kurva. De az élelmiszer is drágább lenne. Hát az ha behoznák az eurót, akkor onnantól kezdve mondom, 2-3 éven belül fölmenne szinte az európai árszínvonal az élelmiszer is. Hát alig várjuk. Tessék erre szavazni mindenkinek, akinek túl sok pénze van. Mondjuk a uniós fejlettségnek mondjuk a 70%-án tart az ország, addig talán nem kéne 90%-ot fizetni. Pontosan. Tehát, hogy nincs mondjam, ez a kettő párhuzamosan. Amit a BKV-jeken csak tesztelnek, azt ők nagyba akarják az egész országon. Így van, hát a kommunisták így szokták. És egyébként a baloldalnak a tábor az alapvetően most már két részből áll, egyrészt egyre fogyatkozó számú. egyrészt van egy harmadik pólus, másrészt meg egy másik harmadik pólus. Nem, tehát ugye van egyre fogyatkozó számú szegénység. Tehát a baloldal az szegény... Itt a szociális demagógiával próbálnak csábítani. Tehát a baloldal az szegénypárti, a Orbán kormány meg szegénység ellenes. Tehát ő a szegénységet számolja föl, a baloldal meg a szegényeket pártolja, hogy maradjanak szegények, és mindig szavazzanak rá. Tehát ez az egyre fogyatkozó számú szegénység a baloldalnak, a tábornak az egyik része, és ezt most már ugye olyan kell sem mondani, hogy ki kell egészíteni, ezért kiegészítik a morálgazdagokkal, akik a Orbán kormány elmúlt 10-12 évben egyébként olyan lehetőséget nyitott meg előttük, középosztály növekedése, hogy
tök jó módban élnek, tehermentes házuk van valahol a Budapest környékén legrosszabb esetben, és van idejük, meg energiájuk a morálon gondolkodni, egyrészt a saját lelkifurdalásukon, hogy ők tök jól élnek, és az a baj, hogy nekik egyébként van pénzük arra, vagy lenne pénzük arra, hogy megvegyék európai árszínvonal 90%-án az élelmiszert, meg piaci áron a gázt, meg a villanyt. De ők már csak a morál mozgatja. Ők is szeretnének szegények lenni, ezért kitalálják, hogy iPhone szegények, és nem akarnak menni a tűfokára. És nem jut pénz avokádóra. Tudod, hány ilyet ismerek? Tehát konkrétan, tehát ahogy Budán így megyünk fel az egyre gazdagabb vidékekre, vagy a Budapest környékén az agglomerációban is a leggazdagabb részeken, az teli van hót O1G-s ellenzéki arcokkal, akik amiatt őrjöngenek, hogy ismerek én is ilyet, nevezzük mondjuk Csé úrnak, tehát Csé úr az elmúlt 10 évben eljutott úgy, hogy volt egy bérelt. Ez veszélyes. Az R-úrhoz képest nincs, 8 általánosa van, és ő mit tudom én. Nem, neki kicsit több van, de az a lényeg, hogy az elmúlt 10 évben bejárta azt az utat, hogy egy lekoszlott, bérelt, teljesen szar pesti panelből eljutott egy budai zöldövezeti kertesházig, és elmondta, hogy tehát azért O1G, mert hogy ebben az országban a nagy korrupció miatt nem lehet egyről kettőre jutni. És akkor de ez komolyan gondolja, hogy az meg az a baj. Minusz egyről a plusz 7-ig jutott. Ez az a pillanat, amikor nem vitatkozom, csak azt mondtam, jól van. Csak ezek egyébként ezekkel van tele, például a Buda meg Budapest környéke, az agglomeráció, mert azok költöztek ezek fognak a jámban. Nézdek, 12. kerületben... Szóval azért akkor majd elveszik igen, tőlük. 12. kerületben a saját magának közgazdasági diplomát hazudott Hajnal Miklós, akire szintén úgy nem tudok rájönni, hogy ez a csávó végül is mire való, vagy... Hát olyan aranyos. Hajmodell. Olyan fiatal. Aranyos. Hát jó, lehet velem Rómába török fürdőbe menni, de más nem jut eszembe. Hogy ő konkrétan szanaszét fogja nyerni ezt a kerületet. Tehát, hogy simán megveri a Fűries Balást, aki, hogy úgy fogalmazom, tehát a fideszesek közül, hogy is mondjam, a liberálisok számára liberálisok, legkevésbé Kövér László. Igen. De ennek ellenére, meg baszki, tök jó városvezető, szereti Budapestet, ért hozzá, akarja is csinálni. Budapesten egy-két fejlesztésben részt is vesz. És ez nem kell, igen, mert a morál szempontjából Fűries Balázs nem kell, de kell a saját magának diplomát hazudó Hajnal Miklós. És az benne a szép, hogy, vagy azt nem veszik tudomásul ezek a jómódú morálszavazók, akik majd baloldalt fölkarolják, hogy ha baloldal hatalomra kerülne, ugye a baloldal mindig megállapít egy szegénységi küszöböt, ami alá egyrészt minél többeket le akar nyomni az uralkodása alatt, de a baloldal által megállapítandó szegénységi küszöb az jóval, nagyon sokkal alacsonyabban lesz, mint ahol az ő mostani anyagi helyzetük van. Ami alá majd le akarják nyomni őket. Az igazság és a méltányosság nevében. Hát tudod, amikor a középiskolai tanár legfelsőbb adókulcsal adózik, mert hogy felső középosztály. Szóval az a morál jobb oldal, meg a morál gazdagok, ezek egyébként nagyon kibasztanak magukkal, hogyha a bal oldal hatalomra kerülne. Megérdemelnék tulajdonképpen, Csak az ország. Mondom, erre is van mintázat, hogyha belegondolsz, érted ezeket a hülye forradalmakat is a kurva elit támogatta, persze, meg ők tolták, hogy ez nagyon jó ötlet. Aztán amikor így vitték el a cuccokat, akkor hát most mit csináltok? Hát, ezt támogatod, hogy jó ötlet, bazd meg. A népért a népé. Nem akarok belekötni, de Lenint nem a gazdagok támogatták. Tudod, kik? Az a jó kimondszám, hogy ez kurva jó, hogy megkérdezi, hogy mi van vele. Ja, igen. Lenin az a társadalomtudományon. Úgy gondolod, hogy a német titkosszolgálat csempészet hamuba sült Pogit a Ujjanov elvtársnak a táskájába, hogy csináljon egy kis balhét Oroszországban? Adtak neki egy vereszakás követ. Norvégián és Finnországon keresztül? Ami adtak neki egy vereszakás követ, hogy ezt kell megfőzni az oroszoknak. És véletlenül túl jól sikerült egyébként a dolog. Hát az NDK-ra visszacsapott igazából. Az volt a terv, hogy akartak maguknak egy kis NDK-t, és akkor legalább egy kicsi igazi Németország legyen, és az lett. Az egyetlen Leninben, amit nem a németek találtak ki, az a szifilisze volt, mert az Dél-Amerikából származik. Szerintem az NDK most fogná a fejét, ha létezne még, hogy baszki, hát azért a legnémetebb dolgot nem ők találták ki a világon, tehát ez fájna nekik, mert ugye ott nem lehetett tüntetni a rendszer ellen. De mi lett volna, ha hagyják és kimérik, hogy mekkora távolság. Tehát ennél németesebb nincs a világon. Azért a romrendőrök és neki a tüntetők lédában állnak egymás eszembe. Azt mondod, hogy nem létezik már az NDK, a szabadságvágy apró fokai lettek, hogy legalább az ellenzéki tüntetők ne álljanak. Hogy nevezik ez az a Sturm Zollstock? Micsoda? Sturm Zollstock. Hát biztos volt, hogy van rohamváltozat belőle. Sturm? Aha. Van, persze. Hát az ők még csak rohamba gondolkodnak.
Egyébként amit a forradalomra mondta, az tökre igaz. Tehát egyrészt a francia forradalomok, azt úgy példa erre. De egyébként Magyarországon is, hogy megjöttek a konflikt. Hát tudod, kik rázottak fel a francia forradalom, vagy a parasztok Vandéban, érted? Igen, azokat lemészárolták. A párizsi, a faszom ügyvédek, párizsi jogászok, ügyvédek csinálták, meg hivatalnokok, de főleg a jogászok ügyvédek. Főleg a jogászok ügyvédek. Újságírók. Újságírók. Nagyon fontos. Hát, majd válogatunk, ugye. De egyébként Magyarországon is, amikor megjöttek a komcsik először 19-ben, amíg nem jött ki az, hogy 19 márciusában elkezdték, és már májusra éhénység volt Budapesten, amíg ezért nem kristályosodott ki. Májusban éhénység Budapesten. Tehát volt egy... Az szakértelem. Kevés bravúr, tehát elkövetni, de ez azért a közös. Tehát volt egy-két mámoros hét, amíg azt hitték, sokan ez jó lesz, és addig is mellé állt egy csomó nyugatos értelmiségi irodalom. Persze, hát jó. Azt hitték, hogy most már kurva, hogy jó, meg igazság lesz. Amúgy tényleg, tehát van a Izé Stefanek filmjében is ez a jelenet, amikor nem tudom, a nagyváradi szalomban adta kristálypohárból ott gurgulázzák valami finom fröccsöt a Samuel meg a Kun Béla, és arról beszélgetnek, hogy nagy a szegénység az országban, mindenképpen forradalomra van szükség, és akkor így kocintanak a kristálypohárral rá. Na, hát akkor ezzel a tanulsággal azt hiszem, hogy elbúcsúzunk, és házelnök úrral szólva... Doktor házelnök úrral szólva azt tudjuk mondani, hogy ugye a Jámbor Andrások ne nagyon bazírozzanak arra 133 napra, mert az van 134. is. Meg eleve csak 72 van hátra. Lerövidítjük ezt a 130. Igen, meg az igazságot se emelegessék, mert akkor is ugyanaz következménye. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, el ne felejtsetek feliratkozni a kanálisra. Egyébként még azt mondjuk, hogy az ellenforradalom kapitány az úgy fog létrejönni, hogy kidobnak a helikopterből egy illetőt, akinek egy villamoszlik van a nyakára hurkolva. És egy pára van fel. És egy gaj van a kezében. És egy fára. Szilvafaga. És pont rásik egy fára, igen. Kötéllel vagyok. Szóval köszönjük szépen a figyelmet. Iratkozzatok fel, meg osszátok, meg lájkoljátok, amíg még létezünk ezen a platformon. 21-e van, még megmaradunk. Még megmaradunk, és aztán találkozunk jövő héten. Sziasztok!